Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után 14 perccel már kezdjük is a reggelt. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, Jani, Feri, mindenkinek. Mi van újra itt? Mi van veletek? Semmi, hogy vettem sehogy? Akkor zenéljünk. Zenéljünk, hogy nincsen. Semmi érdekes. Egyébként tényleg minden oké, mindenkivel minden rendben. Minden rendben van. Annyi van csak, hogy arra gondoltam, hogy csinálhatnánk így hárman összeülnénk egy picit, és akkor bemennénk a Viktorhoz a műsor után, és csinálnánk egy ilyen össznépi imádkozást. Jó Isten, hogy legyen egy jövő héten jó idő, mert most egy picit azért elkezdtem aggódni, hogy nézegettem így a különböző ilyen felületeket, és hát azért nem örülnénk neki, hogy az első, talán utolsó tavaszi kitelepülésünkön a jövő héten rossz idő lenne. Figyelj, 22-23-ak, ez a kék pöttyid lefelé, egy ilyen fehér pamosból, az nem érdekel engem. Aha, jó van. Az nem lesz. Az nem érdekes, ugye? Azt szerintem egy fölrázott dunyha. Bár úgy tudom egyébként, nem lesz rossz idő. Prémium minőségű csemper agasztal egyébként esőben is köt, amit támogat minket. Tehát nem lesz rossz idő. Az lehet, hogy lesz záporszivatar, de komolyabb rossz idő nem lesz. 23-24 fokot mondanak, és... megesernyő van. Igen. Hideg ne legyen. Hideg, mert a hideg az igazán problémás. Az esernyőt mindenki tudja tartani. Tehát, hogy bal kézzel tartasz az esernyőt, jobb kézzel integetsz. Megvagy, ugye? És akkor meg is vagy. Emlékezzetek vissza a Sátoraljaújhelyre tavaly. Voltunk Sátoraljaújhelyen tavaly? Voltam. Ja, hülye vagyok, Salgótarján. Na azért. Salgótarján. Emlékeztem volna, hogy nagyon jó mászóterem. Na, de Salgótarjánra emlékezzetek, hogy mocsok rossz idő volt, és emberek hoztak ilyen marha nagy... Emlékszel a négy lábú... Fél zseniális volt. Új, de zseniális volt. Én egyébként ezeket annyira szeretem, mert ugye ilyenkor mindig lejön az, hogy az emberek mennyire ragaszkodnak hozzánk, hogy mennyire szeretnek minket, hogy mennyire jó érzés nekik velünk találkozni. Konkrétan sátrakat hoztak. Az is négy lábú ilyen kemping sátor, vagy nem tudom mi az, hogy ilyen kitelepülés sátor. Olyan zseniális riskokat hozott. De jó is volt az, de jó is volt az. Igen. A szakadó eső így van, amiről beszélünk, így van. Annyira cuki volt. Hát ilyen záporzivatar lesz, elolvastam, melegszik, hétvégétől melegszik az idő, úgyhogy én most valahogy ezt elengedtem. Nem stresszelek. Na, akkor. Nem stresszelek. Ha én elengedem, akkor meg ti is. Akkor persze nem ütünk rá. Akkor ti is engedjetek el. Jó lesz, hétvégén már szikrázó napsüt, és 24-25 fok, még hogy hideg ne legyen. Ha van egy kis zápor, ami átmegy rajtunk, az nem baj, de amikor ilyen 10 fok van, tudod, nagyon hideg, és egy hideg front megy át az országon, azt tudom utálni. Én csak azt nem szeretem, amikor így eltelt, hogy átragad rád a rossz idő, csak hogy behúzodsz az egyik sarokba, ott kuksizol rossz kedvben, mort. Tudod, így úgy kell kiimádkozni. Nem, hogy nem mindig ki. Még ezen így. Jó lesz ez, hát az Úristen velünk van, ha már az NMA nem. Úgyhogy... Jó, mindenki nem lehet. Persze, hát most érted. Most érted. Mindenki nem lehet velünk. Isten után a második. Hát, valahogy el kell venni ezt a rádiót, úgyhogy... Tudsz, van új hír? Van egy csomó. Mindig van. Néha úgy érzem magam tényleg, mint egy ilyen, hogy hívják, itt egy ilyen, nem tudom, ilyen parafából tákolt, ilyen kis hajó, tudod, ilyen kis ott... Kicsit arrébb. A Niagara vízesésben, tudod. Hát nem vagyunk a saját sorsunkon, de mindegy, nem is érdekes. Majd eldől, majd elválik. Igen. A hallgatók szeretete velünk van, és ez a leges. Majd ülünk otthon. Reggel 7-kor, várna a hallgatók szeretetét. Novembertől, amikor reggelizem otthon a gyerekkel, és teszem óviba, akkor... Egy darabig nagyon jó lesz, csak szólok, nem? Esek? Egy darabig ez nagyon jó lesz, hogy te viheted óviba. Nekem például ez a reggeli hiányzik, ez a reggeli dolog. Kicsit ott üldögélünk, nyünnyögünk, az olyan jó szombat, vasárnap, és ilyenkor ezt nem csinálhatod meg. Tehát egy-két hétig szerintem ezzel nekünk nem lesz bajunk, és akkor utána már elkezdesz ficeregni. Az a jó, hogy jó lenne. Ti gyerekeitek még ezt igénylik, de az enyém már nem. Tehát, hogy itt majd edzel. Jaj, kincsem a paléci szájra. Ja, jó van akkor, persze. Minden rendben van, jaj, még fiss ma. Hagyjál már! Mit, még nem úgy van, felhúzom a címzel. Hagyd, légy szíves! Kabátkádat is vedd föl, a hajacskádat is vedd, a teátkádat is vedd. 14 vagyok. Elkísérlek az iskola, Isten meg! Láttátok tegnap az új műsorokat? Hát, kihagytam. Kihagytátok? Nem néztétek Ábel Anita és Majka új TV2-es műsorát? Pedig kíváncsi lettem volna az Anika miatt. Kétű műsor volt. Ez meg ugye az új tények. Én láttam a göncieket. Láttam a göncieket. Beléjük néztem. Figyelj!
Nem tudom, én szerintem nem néznek ki rosszul együtt. Tehát, hogy nekem van egy ilyen érzésem, hogy valahogy működik az ő párosuk, nekem egy kellemes jelenség ők ketten a képen. Mi lefagyott a digit, és így megmaradtak, hogy ott volt maradtak, és nézegette. Nem tudom, ha az Anikóba lehetne még rakni valami kis életvidámságot, nekem ők kellemesek. Igen? Független attól, hogy szakmailag most ezzel az ember egyetért, vagy nem, jó döntés volt, vagy nem, be kell egy ilyet vállalni, vagy nem. Tök mindegy, most csak azt, hogy bármely csatornán ők ketten felbukkannak, és azt mondják, hogy jó estét kívánok, akkor nekem kicsit a szomszéd fiú köszönt. Aha. A TV képernyőről. Kellemes jelenségek voltak. Szomszéd fiú és a pénztáros lány az ABC-ből? Vagy nekem az Anikónak sincs ilyen pénztáros lány feelinget, ezért fia, ő 15 évig képernyő volt a fókuszban. Hát ha szomszéd fiú a Gönci, akkor kell húzni valamit a Marsi Anikóra is. Igen, de nem, ez a szomszéd fiú, ez egy ilyen jelző. Ilyen tévés jelző, nyilván azért nem érted. Persze, hogy ne. De szerencsére tudod, a srác a szomszédból. Itt vagyok, én elmondom, hogy ez miről szól. Hála Istennek. El vagyok, ez egy tévés közhelyzet, egy szakzsargon, hát megértem, hogy nem érted. De elmondom, hogy ez azt jelenti, hogy amikor az az érzeted valamikor látsz valakit, hogy a szomszéd fiú, akit te köszöntesz reggel, aki az életed aki része, aki haver, és aki mindig ott volt. Mint a közértes néni, meg a zöldség, és mindig ott van. Na, ő hát a mindig ott van. A pénztáros nő, hát akkor azért a pénztáros, igen. Ha értek hozzá, akkor mégis. Ábel Anitáikat is megnéztem. Igen? Én mindig mindent megnézek, ami jó. Ja, várj. Egy nagyon picit, azért érjünk már vissza, nem lehet. De én most nem volt benne te, vagy ezeket a, most megszerettem, mert megszerettetted. Nem, mert holnap az az összeesküvés elméleteket. Nem. Balázs, nem lehet, hogy itt egy diverzáns akcióról van szó, és az RTL-el szeretnél foglalni a Róna utcát, és azért így berakja a trójai faló módon bejuttatunk embereket, majd kitör egy felkelés, és mindenki letépi a pólóját. És RTL szeretlek? Igen, és aztán Gönczi Gábor hasa itt szétnyílik, és kimásznak belőle a kis itakai. Kimászik belőle a Kolosi Péter és Vírus Gabriel. A faló sejtek. Igen, és mint a törpök meghódítják először a büfét, aztán a többi épületet. Lehet egyébként, hogy egyszer csak a Gönczi leveszi majd a fejét. Sok-sok RTL-e szétrohan a Róna utcában. Elfoglaljuk, felugranak a kamerára, beugranak a vezérlőbe, átkapcsolnak mindent az RTL-re, igen, simán lehet egyébként. És Marsi Anikó hol nyílik szét? Hasán? És onnan is kiugranak az RTL-esek, vagy hogy? Hát vagy a hátából, vagy a füléből. Minek örülnék a legjobban most azon gondolom. Egy ásítás. Minek örülne? Lenne egy nagy ásítás. Lenne egy nagy ásítás, és kiugranának az RTL-esek. Lehet, tényleg erről van szó, hogy az RTL-esek beveszik a Róna utcát. Érted? Ez egy támadás. Egy trójai faló. Ott van már Dirk is. Dirk is ott van. Kiderül, hogy ő is RTL-es. Igen. Na milyen volt a műsor, azt mondja, ez a családi betélkedő? Igen. Hát nekem az annyira nem tetszett. Nem tudtam figyelni. Én a hangulatát veszem le egy műsornak, és az nem kell, hogy figyeljem. Hanem, hogy tetszik, amit látok, és működik, és jó vagy nem, mert ilyen atmoszférában néztem hátul, és nem volt jó, és nem tetszett. Viszont az Anita nagyon jó volt benne, meg a Majka is szerintem. De maga a formátum az olyan, mint egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen vállalati buli, ami nem tévéműsor inkább, hanem ezt így megcsinálod ilyen feladatoknak egy vállalati buli néjjel egy és kettő között, amikor már mindenki nagyon jól. De a hapsiknak kell a párokból. Mindegy. Igen, azt hiszem arról szól, hogy a hapsik csinálnak valamit, és a nők licitálnak, vagy tesznek, és egy adott idő alatt kell valamit megcsinálni, és akkor a te párod elmondja, hogy te ezt mennyi idő alatt bírod, vagy meddig bírod tartani magad két fal között. Azt pont láttam a Keleti Andinak a félre kellett, hogy tartsa magát két percig, így kitámaszkodok két fal között. És behoznak egy falat, fölmászol, és akkor tartod magad. Valahogy ez annyira nekem nem jött át. De az Anita nagyon jó volt benne, szóval viszi a műsort. Viszi a műsort egyébként. Jó is. Az ő személyiség egyébként jó. Nagyon jó. Igen. Talán a legjobb humorú műsorvezető nő egyébként. Most igen. Jelenlegi. Abszolút. A jelenlegi mezőnyben. Abszolút. Ráver a klaugara is szerintem. Igen. Úgyhogy maga a műsor szerintem nem annyira erős, de a Majka meg az Anita jó. Jó volt benne. Nem biztos, hogy ezekkel a szereplőkkel indítottam volna, de megnézem. Szóval tegnap ilyen tévés nap volt. Rá. Tessék? Ők értek lehet. Többiek mást forgattak. Jó, amikor ennyi újdonság van, akkor az ember így bele néz. Aztán rájöttem, hogy az internet sokkal jobban érdekel, 9-kor kikapcsoltam az internet, a tévét, és még egy órát interneteztem. Te egyszerűen nem köt le a tévé. És elolvastad azokat a véleményeket, amelyeket az új műsorról írtak. Nagyjára. Ez nem nézed kapcsolom, meg már viaszat, AX-en, viaszat, ha, és ilyen lassú, és analóg, és nem tudsz beleszólni, még megnyitod az indexet, és Velvet Index 2, tik-tik, már ilyen oldalakon vagy, ott,
Egyszer nem várom már jó tévéfogyasztat. A mesztelesó se érdekel tegnap a viaszon. Én abból egy kockát nem hát láttam. Hogy lehet így élni? Engem az egyetlen nem érdekel. Hogy most én sem láttam, de a múlt hát héten jó, meg működik, meg nem rossz. Engem nem érdekel. Igen, igen. Nekem nagyon hogy, más az inger küszöb. Hogy pont addig tartott a varázs, amíg meg nem láttuk az első cuccot, hogy a képen jön, és annak a kezdve meg már tök ugyanaz az egész. Tehát, hogy nincsen. Szerintem nincs semmi. Semmi. Ez egy idő után megoldott, hogy mesztelem. Újak most, vagy jöttek, gondolom. Én szerintem egy fürdőruhás nő, akin egy szép fürdőruha van, sokkal szebb, mint amikor mesztelen. Igen. Mert amikor csak oda képzeled, vagy így belegondolsz valamit, hogy vagy nem látsz mindent, hogy milyen lehet a feneke, vagy a melle, vagy a csúnyája, akkor... Magam nevelgettem őket. Igen. Akkor az valahogy erotikus, amikor ott van ilyen totál messzelen, akkor rájövök, hogy kicsit, a kevesebb néha több, érted? Ha, nekem az első, ezt mondtam nektek, az első adás az azért volt érdekes, mert hogy egy televízió műsor, tehát hogy maga a messzelenség már elérhető bárhol, és azért volt izgalmas, mert egy televízió műsor sorban volt, amit még sose láttál. Igen. Tehát elsőre, mondjuk tegnap este már én se ültem le elé, nyilván, de az nem, első valahogy engem. Engem kíváncsiságból. Ránéztem kedvenc sorozataimra, ráadtam, hogy még várnom kell egy kicsit a Banshee-ra is, meg a Trónok harcára is. Igen. Nézni, az 4-5 részt megvárok, én nem kezdem el. Visszajönk a tavaszi kitelepülésünkre, akkor összejön már a Trónok harcából is egy talán 4 darab, és én akkor szerintem azt már leviszem magamra. Addigra már lesz 3 rész. Az már egy nézhető mennyiség. Ó, akkor összeültök az egyik kis szobába, és együtt megnézzük. Bebújsz hozzám, betakarlak szépen. Így van, bebújtok, mindig francia ágyat kapunk. Hozok egy kis nachoszt, meg sajtszószt. Istenem, ezek a sárkányok olyan ijesztőek, Figyeljetek, azt mondjátok már meg nekem, hogy most láttam egy nagyon jó kis cikket, marha aranyos volt, tök helyes volt, mint sokat gondolkodom azon, hogy mi fenét fogunk mit csinálni ennyi idősen, nyilván semmit, mert meg leszünk dögölve, de hogy egy idős néni több mint 100 éves volt, és indult egy futóversenyen, van egy ilyen tradicionális atlétikai verseny az Egyesült Államokban, ahol mit tudom én érted, 0-100 éves korig, kis túlzás, hogy nullával akárhány 100 éves korig, kinek mi fér bele, lehet indulni. Na, és a néni elindult, elmond már 100 éves, mit tudom én. Lefutotta 1 perc 12 alatta. Idézőben lefutotta persze a 100 métert, és hát iszonyatosan aranyos volt, nyilatkozott, ott volt lánya, és a végén még nyomott két fekvőtámaszt, és mindenki csodájára járt. Magyar újságíró. Leírja a cikket, oké, tényszerűen, stb. És odaírja, hogy Usain Bolt hány másodperc alatt futja le a 100-at. Hogy minek? Hát bizonyítás. Hát, de igen, hogy én, hát tudjuk. Én. Tehát, hogy mekkora idő? Hogy így tudod. Hogy mekkora időt futott a Mammer? Hogy nem az a lényeg, tehát hogy mondja már meg neki valaki, nem az a lényeg, hogy a mami megy. Hogy hanem, hogy fut 100 évesen, még azért, ha gyalog. Még lett volna néhány század mama. Tehát, hogy, hát akkor viszonyítás, hogy tud, hogy a Usain Bolt mennyi 200-at lefutja mondjuk 20, nem tudom, 1 alatt, 2 alatt, a mama meg lefutja, nem tudom, meg 200 volt? Nem, 100 méter. Hát a Usain Bolt ez mennyi? 9? Hát 9, 30, 9 valamennyi. 9 tehát, valamennyi. Nem is ér, és nem a mama mennyi volt? Amely 1 perc, nem tudom. Hát szörnyű. De engem is érdekelt, hogy mennyi. Tehát nem annyira érdekelt, mert hogy látta magát a felvételt, és akkor pont arra gondoltam, hogy Istenem, hogy mit fogok csinálni, mert ennyi idősen. De jó lenne, hogyha ennyi vitalitás lenne bennem még, hogy ennyire akarnék. Mondom, még a végén még nyomott néhány fekvőtámaszt is. De szabályos volt. Hihetetlen aranyos volt. Tehát, hogy nem. De ez sem, hál' Istennek, ezt nem írták oda, hogy tudod, igen, nem értek oda mellé, támasz. Hogy ez neked karhajlítás. Tehát, hogy de ja, el tudtam volna képzelni. Igen, el tudtam volna képzelni. Mama, 4 ütemű. Igen, ez jó, vagy majd egyhez is húzott kereső. Majd te megírom. Megfogsz egy 16 kilós kettlebellet, mama, akkor majd jó lesz. Így van, majd beleszakít az 50. Én szerintem aztán bántásként írták az viszonyítás, hogy tud, hogy egyébként azért a világcsúcs 9, mert ugye differenciálni kell, illetve pontosabban jó látni, hogy a 2 perc az mennyi, mert nem mindenkinek van fejében az idő. De ha tudod, hogy 9 másodperc, akkor még durvábban hangzik a másfél vagy a 2 perc, érted? Tehát, hogy szerintem ezt ezért. Aki ezt ezért ott volt mellette, be volt linkelve, mert a futamnak a videófelvétele, és akkor... Csoszogott, mama? Csoszogott? Hát, persze. Nagy mennyi? 100 valamennyi? A 100 méter. 100 méter. 100 akkor... méter 100 évesen. 100 méter 100 éves. 100-on 100. Egy év, 1 méter. Rettenetesen ment, de ilyen nagyon oda tette magát. Annyira édes volt, tehát, hogy tényleg annyira. Meg az, hogy inspiráló. Hát, hogy volt bele vitalitás, és akkor a lánya is ott volt mellett. Egyébként már szintén már egy hát... Nem lehet, hogy maratot akart futni, egyébként csak megállították, sálat tettek a nyakába, köszöntötték, és mert aranyom, menjenek innen, hogy futni akarok. Sikerült, és mama nem értette, hogy mi ez a nagy felhajtás. 80 felett egyébként a maraton nem akkora szám idézőjelben, tehát, hogy elég sokan futnak még. 80 év felett is futnak. Az menő. Nem mindegy, le a kalappal minden idős ember előtt, akik ennyi idősen még sporttal foglalkoznak, és nem azzal, hogy... Tegnap én is sportoltam, kicsináltak. Edzőteremben voltam.
Gyúrni jársz? Nem, Gyuri, nem, crossfit teztem, és megőrülök, annyira fáj minden. Az mit csinál a crossfit? Az sok, hát nem, az sok minden. Igen? Igen. Összetett mozgásforma? Összetett mozgásforma sok mindent hoz egybe, és azt hiszem, hogy meghalok. De mi most a győzike után mész, hogy ízé akarsz lenni, te is ilyen kigyúrt? Nem, fiú, akkor hűlnöm kéne. Ja, hát mondjuk az igaz. Meg a győzike. Meg kéne, hogy halljon nagyon sok agysejtem. Igen, tehát, nagyon szép sport teljesítmény. Miért hagyjál már? Lefogyott, igen. Kigyúrta magát, lefogyott, és megnyert valami olimpiát. Na jó, beszélgessünk komoly dolgokról. Tehát mi volt ezen a crossfit? A crossfit semmi, minden volt, aminek lennie kellett, és kicsit ma úgy keltem, mint akit agyon vertek. De miért mentél el crossfitezni, te, aki a teniszben hiszel? Mert akarok most egy kicsit erősödni, meg hát többfajta sportot csinálni. Tehát ez az jó, de az egyfajta az mozgást ad. De tehát már az egyik kezed volt ekkora, a másik meg sehol. Most kicsit feljövünk. Most csak a másikra gyúrsz. Most nyára oda érkezünk. Menő. Nyára menő. Megérkezünk. De ez a strandon akarsz vakítani még? Kicsit, végig megyek egy hekkel a kezemben. Ugye? De egy piros bójával a hónom alatt. Piros fürdőnadrágban. A fejessel az éli parton. Igen, én vagyok. Nem, a hekket hol vette? Egy indián fejessel beugrom a déli parton, kicsit le is bénulok egyből, tudod, mert ezért 10 centis a víz, vérem az északi parton, vagy ne ugorjál fejes. Nem, kell, hogy a kondid az jobban. A végén van egy olyan gyakorlat, hogy az... Azt mondta az edző, az első edzés, hogy aki hány, annak ingyen van az edzés. Nyisd ki a szekrényet. Aki hány, annak ingyen van az edzés. Súroltam. Próbáltál? Súroltam. Meg akartam múlni is 2500 forintot spórolni, azt de... nem mindig szoktam egyébként érteni, mert van, akik egy picit szerintem túltolják ezt a dolgot. Mondta, hogy aki hány, az ingyen van. Van a végén egy három olyan sorozat, amit négyszer kell megcsinálni. Evezel egy picit, utána lemész négy ütemű fekvőtámaszt nyomni, mert egy 40 centis pultra 20-szor fölugrasz. 20 négy ütemű fekvőtámaszt, 20-szor ugrasz föl, és 200 métert evezel. Ez egy kör, ebből van négy kör, meg kell csinálni 20 perc alatt. Mondta, hogy aki hány ingyen van, 10 perc után. Mondtam, hogy porrakjam a csandát. Biztos én vagyok egyébként a puha, de hogy én ezt a részét már nem annyira élvezem. Tehát, hogy nem is annyira értem, hogy ez miért jó, hogyha hány az. Mert akkor én azt mondanám, hogy edzőbá vagy edzőnén, tehát hogy akkor nem is fizetnék érte, hogyha most térted itt hányásig tolnánk ezt a dolgot, mert hogy nem azért jöttem, hogy hányak tetszik tudni. És előtte már mondjuk megnézi, egy órát, ez az úgynevezett metabolikus kondíció, amikor fölmért téged, hogy milyen állapotban vagy. Oké, hogy te futsz mondjuk x métert, vagy teniszezel, de hogy amikor egy összetett feladatot kell csinálnod, akkor milyen állapotban van a fizikumod. És ha 20 perc alatt megcsinálsz ennyit, akkor ő megmondja, hogy a korodhoz képest nagyjából te hol tartasz. Tehát ugye 20 percet nem csinált meg, 22,5 kört csináltam meg. Azt mondta, hogy ahhoz képest, hogy nem csak más, az nem rossz. De hát ezt lehet javítani. És megnézi, hogy hány sorozatig jutottál el. 20 percet van, ami azt jelenti, hogy egy sorozatot ugye 5 perc alatt nagyjából meg kell csinálni. Hát nem nevet. Menő. Nincs benne sok nevetés. De miért pont ezt választottad, a hányás miatt? Igen, hol lehet ingyen menni sportolni? Nálunk, aki hányan ingyen van, ott álljam. Adjatok egy melegítő nadrágot. Amikor nézzék oda, majd lecsolom az ujjamat, és akkor majd... Igen. Fogtam kettő felet. Fura, tudod, milyen jó érzés volt. Két és fél éve jár, de minden edzés után hány. Még most. Fizeted nálam, hogy sem. Tök ingyen járok, mindig eszem egy jó fejbabló este előtt, de tudod, milyen konnyen könnyen megy, úgy hányok. De ilyen igazi crossfit volt, vagy pedig ez a barbár hard training massacre fitness, nem, igazi cross. Elneveztem valaminek. Igazi cross, és a crossfitnek ezek az úgynevezett benchmark gyakorlatai vannak, ami ugye kettlebell, meg egy csomó minden. Hát ezeket nyilván meg kell tanulni. Már is ott volt? Igen, vele voltam. Gyerekkori barátom benchmark. Vele voltam. De jó, tényleg jó egyébként, tetszik. Most egy évig szerintem nem megyek, de jó. Köszönjük szépen, jó volt. Jobb állam megszakadt, a gerincsérvem kijött, a bal lábam kicsit fájt, de tök jó volt, szerintem jövő ilyenkor újra ott. Igen, nem is örülnék semminek, az összeset lehánytam. Na jó van. Nézzük, mit írnak hallgatóink, csak röviden, jó, mert aztán el kell mennünk hírezni. Azt mondja, hogy üzenem a 4-esre, Nyíregyházára, a Debrecen felé hajtó zöld zsiguliban ülő fiatal embernek, öltönyben sok sikert az érettségéhez, ne siessen annyira. Hú, tényleg, ma megyek. Ma megyek. Jönnek, ma matek. Ma, azt akartam mondani. Ma megyek. Ma matek érettségi van, úristen. Yes. Matek érettségi, drukkoljatok, ha Hajnalka küldte nekünk Szegedről. Drukkolunk, kitartást. Hajrá. Igen. Ma mi olyan, mint a grill csirke, holtában is század fordul. Aj, nagyon jó kis SMS-ek jönnek. Na jó van. Oké, nézzük meg akkor, hogy mi a helyzet a hírekkel, meg hallgatjuk, mi a helyzet a játékunkkal. Ja, hát tegnap. Tegnap az ominózus. Bizony, sokat veszekedés. Ha se hallottál meg. Ki mondta? Ne kezdjük el újra. Én adom, én bármit megadok, csak azt ne kezdjük el újra.
Szóval lehet jelentkezni. Elvileg nem tudjuk mennyi az állás, mert csapataink harcban állnak. Jó, odaadtuk. De odaadtuk, oda. Akkor úgy, hogy 1-0. Az egy kegyelem odaadás volt a részünkről. Igen, az játszom velünk, aki érez magában energiát. És gólöröm játék a mai napon. Ne felejtsétek el! Hoppá! Bizony, 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 az év vége felé valamikor ott lehettek velünk a Barca egyik meccsén, és ez egy hatalmas dolog. Tehát szállás, úti költség, kaja és a meccs. És repülőjegy. Nekünk, nektek autó. De hamar egy 20-22 órát kint vagytok. Persze, persze, indultok el. Igen. Szóltok nekünk, hogy még 4 óra van és Barcelona vagytok, mi akkor fölülünk a repülőre. És nem szabad elfelejteni, amit tegnap mondott Balázs, hogy valaki nem örül abban a pillanatban, amikor felveszi a telefont és beleszik, halló, akkor letesszük, könyörtelen. Elköszönünk és letesszük. Nem, unjuk már ezeket. Tegnap volt egy játékosunk, Ramin, talán emlékszik, ő megmutatta, hogy nem szabad ezt a játékot játszani. Olyan SMS-t írt, hogy az alapján csak őt hívhattuk. A kapuratörés egyébként szenzációs volt, maga a gólöröm maradt el. Igen. Elmaradt, ugye? Utána már. Ma remélem, hogy jobb lesz. Na, jönnek a hírek, aztán jövünk a játékkal, aki játszana velünk, írjon SMS, mi pedig jövünk nem sokára vissza. Show, nagy tavaszi országjárás 2016. Már 7 éve minden májusban elindulunk. Miért lenne ez idén másképp? A hazai rádiózás legnagyobb sztárjai idén tavasztal is a nyakukba veszik az országot, hogy a magyar rádióhallgatók testközelből élhessék át a hamisítatlan Morning Show élményt. Tarts velünk mind az 5 állomáson, burkold be a nyereményeket, és mi tejben vajban füröztünk. Szombathelyen kezdünk, aztán Székesfehérvár, aztán pedig Szeged. Sütőtök a Békéssalmon, és pénteken pedig Kazincbarcika. Lesz üvegstúdió, hatalmas nyeremények és felejthetetlen hangulat. Klassz FM Morning Show nagy tavaszi országjárás 2016. Már 7 éve a legklasszabb buli. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra. Már 100 SMS-t küldtem a fekete fejére, most van a jubileum. Hát igen, van, aki sokszor próbálkozik, van, akinek elsőre sikerül. Ezt nem tudjuk garantálni. Na, de már is megnézzük, hogy ki a hét második játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Hogy? Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hello, ciao, mi újság? Ó, nagyon izgulok. Izgulsz, Gréti, izgulsz. Nem izgulsz, szabad. Miért? Hát elsőre sikerült, de hát nagyon hosszú próbálkozás után aztán feladtam, mondom, hát ha ma még bejön. Feladtad? Egyszer megpróbáltad, és aztán feladtad? Nem, egy hónapig próbálkoztam, aztán mondom most egy kis szünet, és akkor a mai napon megint. Aha, jól van. Kivel szeretné játszani? A Ferivel. Remek választás. Ferivel. Jó. Oh, yeah. Jól van, indítjuk az órát, jó? Jani? Jó rendben. Indítom. 3-2-1 fire. Szia, Feri. Egy hónapja is velem akartál játszani. Így van, persze. Miért? Szeretsz, hogy utálsz. Dehogy teászhozzam a legközelebb valahogy. Miért? Nem is. Hát, ha nem. Na most azt elárulunk egy szakmai titkot, az első másodperc, ahogy elindult, én majdnem elrögtem magam. Igen, nem voltál beadva. A Balázs egy ilyen laza mozdulata kivette az összes mikrofont, játszatok. Na, most old meg, hülye gyerek. Igen, nehogy valami olyat mondjatok esetleg, amivel később bajunk lehet. Feri, nem mondja ki az. Nagyon ügyes voltál. Sajnos. Itt voltak előttem azok a szavak, amiket le is írtam már. Igen, de mint egy alma, vagy egy narancs, vagy egy tiltott szavakat, hogy a fekete felége nem azt írtad. Nem, hanem, hogy miket kéne mondanom. Ja! Aztán, hát. Pedig pont ránéztem a nemre, szerintem az volt. Hát igen, és ezzel be szabad leírni, hát minél barát stresszelsz egy szóra, annál jobban kimondod, tehát azt nem szabad. Mondatokat kell, vagy kérdéseket, ami esetleg, nem tudom, amiben nincs benne a tiltott szó, az jó, de ha az igen nemet leírod, és azt nézed folyamatosan, akkor biztos, hogy valamelyiket kimondod. Hát igen, sajnos. Csak olyanokat szabad leírni, amikor nincs veszély. Hát ez van. Igen. Mi is nagyon köszönjük a játékot, Gréti. Legközelebb, jó?
Remélem. Azt írtad, hogy kinyírlak titeket, mint az informatikusunk a billentyűzeten? Igen, és erről is akartam volna igazából beszélni. A betyárját, azért van önbizalom. Hát volt. Csak hogy ne érje szó az elejét, hogy mindig olyat hívunk vissza, aki ugye hát azért erre rámozdul az ember egy ilyen SMS-re. Hmm. Igen. Grétikém, puszi, köszi, ciao, hello. Szia. Ciao, köszönjük, hello, hello. 4-1. Ennyi, hoztuk, amit hozni kell. És csak szebb így a hét. Kezdődik, Feri mondta az elején. Jó, nem. Feri ki mondta az elején, Feri mondta korábban. Nem mondott semmit a Feri szerintem. De majd visszahallgatjuk. Na jó van. Azt nézem, hogy van egy friss közlekedési hírünk. A 4-es mellett Bocskai kart felé egy fiú a kerékpárúton egy focilabdával a fején egyensúlyoz, és így megy, aki látja, tapsolja meg. Uh-huh. Nagyon jó. Ez nagyon jó. Mi ez, Guinness rekord? Hova megy vajon? Nem, ez egy szörnyű idegesítő dolog a kerékpárúton korábban. Igen. De biztos ügyes. Biztos ügyes. 6 perc, pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Morning Show. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Baton Jani, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, kedv van, ez egy nehéz nap, de túl leszünk ezen is. Aztán már belecsúszdázunk a szerdába, átcsúszdázunk a csütörtökre, és aztán hétvége. Jön a hétvége, és nem sokára pünkös, hát ennek is örüljük, azért a turné után egy kicsit pihen az ország. Bennünket kell kipihenni, vagy mi? Bennünket ki kell pihenni, magunkat is kipihenjük, egymást is kipihenjük, így van, mert hogy pünköst hétfő lesz majd jövő hét után. Így van, után. Így van. Jövő hét után pünköst hétfő. Ahogy visszajönk a kitelepülésről. Így a háromnapos hétvége. Nagyon jó. Azt cseszembe. Jut hát. Hátulról nem? Igen. Hát mikor, hogy? Ugye? A kitelepülés jut az eszembe. Van egy nagyon népszerű közösségi alkalmazás, ugye a Vaze, nagyon sokan ismerik, akik járják az utakat. A Vazén, hogyha esetleg beírjátok a kereső fájlba, azt, hogy morning, már elég ennyi. Csak ennyi? Tényleg csak így, hogy egy morning, akkor egészen konkrétan kiadja az összes alkalma, az összes kitelepülésünk összes dátumát, és nem csak a magát a dátumokat, hanem a helyszíneket is. Tehát, hogy megtudja, tehát, hogy egyik. Hogyan? Mit tudunk? És telemúdban van a fogam. Papa, vedd ki, papa. Hát ez hamar egy mozdulat az egész. Hát ne tökölj, kapd ki. Azt csak szeretném, hogy neked van azért, le van töltve ez a van. Csak hogy tudod, szoktunk izgulni reggel, hogy oda találsz az erre lévő szállodából. Figyelj, nagyon praktikus. Például ezért is, mert rögtön oda lehet találni, be van írva például, hogy Morning Show szombat, hogy ugye ott 9-én leszünk főtér, azt mondja, hogy 6-tól 10-ig. Nagyon jó. Úgyhogy egyszerűen nem lehet minket elkerülni. Nem, tényleg nem. Tényleg nem. És... Igen, szóval, hogy Szombathely főtér, Székesfehérvár, Piac tér, Szeged, Dugonis tér, Békésőbb, a Szent István tér, Kazinc Barcika, Rákóczi tér. Ezek a helyszínek most nagy vonalakban igazából. Köszönöm, Kazinc Barcika. Ennyi. Köszönöm, hogy hát a Rákóczi tér. Rákóczi nekünk. Persze. Éjjjj. Sok-sok telefonálgatás előzte meg ezt a bizonyos helyszínt, hogy ez a helyszín létrejön, mert ez Bocskai tér volt korábban. Hát nevezték. Kíváncsi, hogy Kazinc Barcikán. Még sosem voltam Kazinc Barcikán. Tehát életemben nem jártam szerintem Kazinc Barcikán. Na majd most. Én se. De nagyon szimpatikus. Cimpim? Hát a hozzáállás, ugye, ahogy fie, azt hiszem, hogy polgármesterrel eddig talán kettő ilyet tudok mondani, aki ennyire jó fej volt velünk, azonnal azt mondta, hogy bármiben megkereshetjük, tessék segítenek. Egy polgármester, aki arról nyilatkozik, hogy a város a legtöbb pornót néző ember lakik, hát ilyen nincs, csak ott, csak Kazinc Barcikán. Igen, abszolút. Egyébként tényleg jó fej. Mondjatok egy számot. De 3425. Mennyi? 3425. Ez egy kicsit többet. Ha tegnapiból indulunk ki, akkor mondjuk legyen 3600. Rohadjatok. Na jó, oké. 150 ezer. 150 ezer. Uh-huh. 150 ezer egy. 221 ezer. Nem már. 221 ezer. Hányszor nézted meg? Én mindig csak rámegyek, hogy mennyinél tart. Az már megnézésnek számít. Akkor abból 20 ezer az enyém. Nem. 221 ezer. Megint felment az autópályára matrica nélkül, vagy mi? Ne, 221 ezeren nézték meg a DTK-s
elviszlek magammal a kis videóra. 221 az nem rossz. Tesó. Az nem rossz. Tesó. Csak jelzem. Az nem rossz. Néhány tévéműsor örülne akkor a nézettségnek. Néhány csatorna örülne, ha ennyien néznék. Van benne valami. Hát Istenes Bence a levegőbe csapna, ha ennyien néznék a főzés műsorát. Balázs beszólt. Na már holnap megvan. Balázs beszólt. Megvan. Már dörzsölik a tenyerüket. Beszólt. Csak már a saját kutyájának a kölykét sem beszüli. Azon is rúgott egyet. Beszólt, Balázs beszólt Bencének. Kedveljük a Bencét egyébként, ezt is tegyétek majd hozzá, hogy jóban vagyunk. Na mi van, kimondtad? Nem mondtad? Nem most mi van? Miért mondtam volna ki? Mert mindig kapunk 100 SMS-t, és van egy kritikus tömeg, amíg nem foglalkozunk vele, de aztán jön annyi, hogy utána már egyszer nem tudok. Oda kéne figyelni a játékra, mielőtt SMS-t írunk. Tessék, Zsül. Mutasd, Zsül, mutasd, tedd oda, Zsül. Szia, Feri. Egy hónapja is velem akartál játszani. Egy hónapja is velem akartál játszani. Most hirtelen azt hittem, hogy az adásban ismételted meg magad. Ja, miért most ezt élőben mondtad? Ezt én maga belé néztem. De én meg maga egyszer mondtam, hogy nehogy azt hallják a hallgatók, hogy nemet mondtam. De várjál, egy kicsit hallgassuk meg csak az anyagot magát. Szia, Feri. Egy hónapja is velem akartál játszani. Így van, persze. Miért? És erre hallották igen. azt, hogy egy hónapja igen. is velem akartál játszani. Igen, erre hallották, erre. Ebbe hallották bele a nemet? Erre, igen, ebbe. Ha ennyien írták, hogy Feri kimondta a nemet, legalább hallgassátok vissza, tényleg kimondta a nemet. Tessék, visszahallgattuk. Ez egy vidám ébresztő műsor. Senki nem ezen föl magát, gyerekek. Nyugi, vissza fogjuk hallgatni. Ne, úzzátok ezen föl magatokat. Ha föl akarjátok magatokat húzni, hallgassatok Kossuthot. De komolyan nem kell. Tehát gyerekek, vidámság van, kedv van, nyugi van. Még a Feri ki is mondta, nyugi, vissza fogjuk hallgatni. Nem linkelünk, még mindig a paranoia. Nem? El akarjátok csalni, mert amikor a játékos mondja ki, van sólyom szem, amikor Feri mondja ki, nincs sólyom szem, piszkos gazebben. Írok az enem annak egy levelet a rohadt életben. Tényleg szüljetek meg büdös kölkös szemetek. De most már érted? Nem gondoltam komolyan a feljelentéseket, de most már elcsaljátok azt a brutó 600 fontos ajándékcsomagot fejénként a rohadt életben, a rohadt anyátokat dögöljetek meg. Gyerekek, nyugi, visszahallgatjuk a Ferit, és higgyetek el, nem csalunk, nyugi. De nyugi, úgy látszik, hogy terjed egyébként a vírus, mert hogy ugyanazt kapták el a hallgatók, amiket én. Igen. Mert én is tegnap behalóztam elviekben, nem mondjam, kimondtam. Mert egyébként ez más volt. Igen, csak más a stílus, tehát, hogy tényleg ennyien írtál, legalább hallgass, visszafogjuk mindegyiket. Nem kell izgulni, nyugalom. Soha többet nem hallgatlak meneteket. Eddig se, csak most átikertem, de nem csalódtam, azt vártam, amit kaptam, megyek is vissza. Ezek vagytok ti. Igen, csak mai nap hallgattam belétek, ezek vagytok ti, rohagyjatok meg, nem megyek, újra hallgattam a klubrádiót. Ezt is a bocsitól nyújtátok. Mit, hogy hazulok? Azt nem! Mondjad, Anna. Mi zűr van most a fekete-fehér körül? Nagyon, ez egy zűrös, én ezt bírom, legalább történik valami. Ő nem hiszik el, akkor se a telefonba bejátszom, mert pont vágtam a hanganyagot, és beesett pár hallgató, akikkel beszéltem. Jó, volt, aki elhitte, tehát most azt fölmentem, de volt, akinek bejátszottam telefon, és úgyse hiszi el. Várjál, még jönnek az SMS-ek, most is jönnek az SMS-ek, ott a nem, a Ferinél. Hát ez őrület. Mutasd még egyszer, figyeljetek. Szia, Feri. Egy hónapja is velem akartál játszani. Így van, tehát. Egy hónapja is velem akartál igen. játszani? Ezt mondta a Feri. Lassítsd le! Majdnem bevérzett a szemem, úgy koncentráltam, de nem mondta ki. Ott a nem a Feri, ott a nem! Nagyon jó, óriási, imádom. Ezek végre valaki önérzetes. Mondja, hogy egyébként értelmetlen lenne mondat, ha nem lenne benne. Mert egy hónapja is nem akartál játszani? Akkor igen. ezt mondtam volna, persze, mert az úgy értelmetlen. Mondta, igen, azt mondta, hogy igen, velem. Velem. Igen. Na jó, van, drága hallgatók, tényleg ne vegyétek ezt a szívetekre, hát ez csak egy játék. Ez csak egy játék. Újra vágtátok! Én picit örülök, hogy komolyan veszik a játékot. Az nem baj, hogy az sosem baj. A 11-es úton Budapest felé a határ csárdáig áll a sor, Ati küldte nekünk. Aztán M3-as 185-ös kilométernél Budapest felé van egy trafi, fotós Gyurka üzente nekünk, ott is mindenki. Vigyázzon! M3-as Budapest felé a 125-es kilométernél baleset, belső sáv zárva, hatóság a helyszínen, torlódás nincs. Üdv Imre! Most a legnagyobb jó indulattal kérdezem. Mondd, kérdezz! Tényleg a délután már meg fog bélulnia. Igen, tehát innen már egy hazugsággal indítasz. A legnagyobb jó indulattal, oké, Feri, ne hazudj. Ez egy felvetés, egy fikció részéből. Hogy ma délután megbénul a budapesti belváros, és ezzel minden... Na hát taxis sztrájk lesz kell, hogy most már megint... Mire? Mi bajuk van már taxisoknak? Komolyan mondom, így is mindenki utálja őket. Miért nem hagyják már ezt abba, de tényleg? Mert 2 órától ma az első, 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. kerületek
offolják őket, hogy most miért? Mert már volt egy a múlt héten is, vagy még nem értétek el a célt. Most már úgy picit elég. Egyébként sem, tényleg, hát nem vagyunk egy taxis szerető társadalom. Egyébként sajnos nem is adnak rá sokszor okot, hogy szeressük őket. De az Uber ellen még mindig? Títsák be. Én most csak a forgalomkorlátozást látom magát, az okot azt nem, de részleges vagy teljes udzárak lesznek. Azért, mert nem értenek egyet az Uberre. Igen. Tehát az nekem mi közöm? Úgy a múltkoriban egyenlő bánásmódot akartam, és egyenlő jogokat, és egyenlő mindent, tehát hogy ő is fizessen, ő is sárgítsa az Uberes, és ő is fizessen adót, áfát, sárgítsa le a kocsiját, meg ilyeneket. Én ezt értem, nem de azért, tudom. Mert a kezükben van egy ilyen lehetőség, hogy eltorlaszolhatják az utat, tehát miért nem úgy tüntetnek, hogy miért nem úgy sztrájkolnak, hogy felvonulnak a parlament elé, de hagyják a budapestieket egyébként, akikre ez nem tartozik, normálisan élni, bejutni az iskolába, eljutni a szeretteikhez ide-oda, tehát lehet így is, meg úgy is sztrájkolni. Többféleképpen lehet sztrájkolni, nem? Meg többféleképpen lehet tüntetni. Tehát tudsz úgy, hogy lassítod a forgalmat, de ezért el lehet melletted menni, hogy fölvonulsz a parlament elé, és ott adsz ennek hangot, de az, hogy nekik van a kezükben az, hogy ők most autóval el tudják torlaszolni a forgalmat, ez nem egy korrekt dolog, mert ez az ő harcuk az Uberrel, ezt vívják meg. Én értem, hogy ők ezt nem akarják. Egyébként azt értem, hogy miért mondják, hogy az Uberesek nem fizetnek adót, adnak számlát, kapnak számlát, levonják tőlük, adóznak. Hát az Ubernek egy magyarországi képviselővel olvastam egy interjút, mindent megpróbálnak ugyanúgy legálisan csinálni. Ja. Most meg már a jogsíjuk elvételével fenyegetik őket. Egyébként szerintem totál nonsens. Teljes nonsens. Meg nem leszel ettől, de nem leszel szimpatikus, hogy lezárod. Bármilyen jó célért is csinálnád, ez most nem az szerintem, de ha bármilyen jó célért is csinálod, de akadályozod azt az embert egyébként, akinek van erről egy véleménye, nem fogod magad mellé állítani. Nem. Szerintem kevés nem. Olyan, ugye? Nem. Hogy kevés olyan dolog van az életben, tudsz amire azt tüntetni, mondod, hogy basszus, nem tudok bemenni a városba az anyámat meglátogatni, azért, mert te tüntetsz, és még akkor is, ha egyet értek veled, akkor se fogok mellé állni valószínűleg. Te legyen más módszer. Meg, hogyha van olyan bármilyen más demonstráció, akkor csak bringások, már igen. Meg nem lehet tőle közlekedni a várnak. Igen, most ugye van a bringás, most akkor van a futóverseny, most van a taxisok, tehát én értem, de azért az ember szeret közlekedni abban a fővárosban, ahol lakik. És én a futókkal vagyok, meg a bringásokkal vagyok, fussanak, tök jó. De hogy most picit azt érzem, hogy most már itt mindenki mindent csinál, csak éppen a közlekedni. Közlekedni nem lehet. Na mondd! Hát nem, én megmondom, hogy megőrülök attól, figyelj, hogy egy ilyen nagy hepaja, egy ilyen nagy ilyen happeningé vált az egész város, és akik meg közlekedünk benne, azok hát nem tudunk itt élni. Én megértem, hogy kell tartani. Igen, nem a bringások, meg nem a futók, meg sem, hanem hogy egész egyszerűen mindenhol van valami esemény, ami nagyon klassz és színes, és büszke vagyok rá, hogy egy ilyen városba élek, de hát én itt élek, és szeretnék élni, tehát valahogy azért azt gondolom, hogy erre megoldást kell találni. Pont egyébként erről beszélt a Tarlós, ízekre szedték, pedig nagyon sok igazság van abban, amit ő mondott, mert itt élünk 2 millió ember, és oké, hogy itt fesztivál, ott lezárás, itt, de hát nem az van, érted, de van egy hely, mondjuk, mit tudom én, mondjuk a Hősök tere, vagy a Felvonulási tér legyen, ki tudom kerülni, de nem ez van, hanem mint az ementáli sajtba a lyukak, itt van egy nagy csomópont, ott van egy góc, nem tudod már kikerülni. Nekem ezzel ez a bajom, hogy én meg itt élek, és nem tudok létezni ezektől a dolgoktól. Ha happeningezzé te is mindig. Mennyi tüntetni ma délután te is a taxisokkal? Hát nem vagyok, vagyok érdekelt olyan értelemben, hogy nem ez a kenyerem. Nem, nincs hozzá kedvem. Más programom van, de cuki vagy, köszönöm. Ha beülnél ott, valahol állnak a srácok, de most csináljál egy anti-happening demonstráció. Akkor de az megint lezárásra járna, és akkor önmagammal kerülnék ellentmondásba. Adják vissza a fővárost. Éljen a Jobbik! Nem ezt mondtam, bár többször ezt nem sütötték, de nem ezt mondtam. Ez már nem az. A régió dolgokat már minden vettétünk. Adják vissza a város, majd ő rendet tesz. Nem. A kutyapályát, hát kinek ide, ide csak a Gabi ezt megoldja, higgyék el megoldanak. Sose tett igazságot. Nem erről beszélek, de hát azért van benne igazság. Tehát én értem, én a sok fesztivál nem marad, és így is van. Hátrafelé nyilazásból, amikor még raboltunk, fosztogattunk. Ez az, semmi nem marad, amikor szüzeket kaptak el. Ja, Istenem. Nem tudom, nekem nincs bajom a taxisokkal, csak az tényleg, tehát ez az ő magánügyük az Uberesek ellen, én egyébként tökre az Uberesekkel vagyok.
bár azért járok taxival, de én drukkolok, hogy azért az innovatív megoldásokat ne vesse el a kormány, és azért lehessen itt újítani. Persze legyenek jogkövetőek, adjanak számlát, nem működjenek jogszabály ellenesen, én ezt értem, de ez a megbénítom a félváros, mert nekem bajom van, ezt nem tartom korrektnek azokkal szemben, akik viszont itt élnek. Tehát igen, azért persze mindenki sztrájkol, meg lehet, meg általában a sztrájkolókkal vagyunk, csak vívják le úgy, hogy közben azért élhető maradjon a főváros. Meg hallottunk már az ösztörögyükről, hallottunk már a feszültségről, a szembenállásukról, bárhol rendeznének egyébként úgy demonstrációt, hogy nem zavarják a forgalmat, hogy nem zavarják az embereket az életben, a létezésben, akkor is bekerülnének a hírműsorokba, akkor is benne lennének az újságokba, akkor is értesülne a demonstrációjukról a közvélemény. Tehát nem kell feltétlenül így tüntetni. Hát igen, abszolút így van, így van. Én megmondom, mi a megoldás. Uberezni kell a taxisoknak is, ennyi. Nem engedik nekik, ugye nekik ez a bajuk, hogy van egy fix tarifa, és nekik azt kell követni. Hát ők szeretnék ezt, csak hát ezt nem teszi lehetővé a kormány. Innentől kezdve ugye indul a feszültség és a baj, hogy ő nem tud az árral versenyképes lenni. Nem tud. Tehát, hogy ezért állnak ott. Én megértem, és igazuk van, hogy ott állnak. Oké, én velük vagyok. Csak nem ez a lényeg, hanem az, hogy nem tudunk élni a városban, mert mindenhol mindig van valami. Vagy fesztivál, igen, vagy tüntetés. A taxisok szakszervezetével valaki jelentkezett. Beszélsz vele, Anna, lehet, ja, adásba akar kerülni. Uh-huh. Nem, köszi, csak hogy valamit nagyon akar. Nem ezzel akartunk megfojtani. Nem ezzel akarok, de nem akarom ezt rágyomni, csak... Bali most írt egy SMS-t egyébként a Laci kintről, hogy hívj már fel az Halló! Itt van? Halló! Egy üres vonalat kapott, nincs, sem. Nem, nincs már. Halló! Szerintem letette. Valahogy meg kellett oldani. A piros telefon csörög, azt én fölvenni. Yeah. Mindenféleképpen, igen. Nem mindegy, jó. Na jó, beszéljünk ennél egy picit vidámabb dolgokról, mert hogy ugye Klein Dávid most már saját maga is megerősítette a Facebook oldalon, hogy feljutott az Annapurna csúcsáját neki. Első magyarként, ugye tegnap, ami Ákosunk is itt a napközben 6-tól 10-ig várta, hogy felkerüljön valami friss info, ez 11 órával ezelőtt történt meg. Klein Dávid a következő szöveget írta ki a Facebook oldalára. Biztonságban vagyok az alaptáborban, és innen megerősítem, hogy május 1-én elértem az Annapurna csúcsát oxigénpalack nélkül. Nagyon köszönöm a kedves szavakat, hamarosan jövök a részletekkel, de most igyekszem aludni legalább 10 órát. Azért ez nagy dolog. Május 1-én vitt fel egy kis virslit, sört. Igen, meg egy üveg viszkit, hogy a szponzor is örüljön. Ugye. Keep walking, megyek rohadt, de már fönnök a csúcsot. Hova menjek már, basszus, fönnök a csúcsot. A szponzor lent az alaptáborra. Keep walking. Igen, de ez egy nagy dolog, persze. Szegénynek már nagyon sok próbálkozása volt. Na, összeszedte egy internetes portál hírességek furcsa alvási szokásait, és mindig jó az ember világsztárokról olvas ilyet, és aztán közben rájön, hogy van egyezés közte, és az ő kis drága felesége, legalább vagy a férje, vagy a gyereke között, mert hogy Mariah Carey, Stephen King, Tom Cruise, Huffington, Elena Huffington, Eminem, Michael Phelps, tessék? Ki jön Muffington? Ő egy nagyon híres operaénekes nő. Igen. Tudom, még kicsit. Jogi kamuzott be, jó ide, jó. Fie, nagyon hülye vagy? Nem hallottam, és Muffington hozzákáról. Hát a Milánói szkálába kezdte. Muffington, a Milánói sugárba folyt. Na, szóval, hogy hogyan alszanak világsztárok? Nézzük meg, és aztán nézzük meg, hogy kire jellemző ez, ki alszik nálunk is hasonlóan így, illetve drága hallgatók, már most szeretnénk kérni, hogy elemezzétek váratok furcsa alvási szokásait, amikor letépi rólatok a takarót, amikor közös takaróval akar aludni, és ti külön takarót szeretnétek, de nem mertek vele ellenkezni, mert sértődés van a dologba. Akkor úgy horkol, hogy egy IKEA gyertyát rakná legszívesebben az orcimpájába, hogy hagyja abba. De a nagyot, mert befér. Egyáltalán az, milyen lefekvési szeánszai vannak. Tehát innen indítsátok az elgondolási SMS küldést, hogy lép be az ágyba, hogy leteszi a kis pohárvizet, hogy mellé rakja a gyógyszerét, hogy mindig úgy találjátok meg a párotokat, hogy elalszik, egy sort olvas, csak a kedvenc könyvéből a mellkasára rakja, és már vidáman alszik, ahelyett, hogy olvasna közben, nagyon horkol. Titokban, mikor te már majdnem elalszol, pukkant egy aranyosat, és ebből érzed, hogy neki már ugye az ellazulás állapotába került. És azt hiszi, hogy te már alszol, ezért óvatosan kezd neki a dolognak, picit fészkelődik, picit mozgolódik, aztán pedig... Szóval írjátok meg a fura alvási szokások. Belekapaszkodik a takaróban, nehogy elfújja. Igen, fura alvási szokások és fura alvási rákészülések. Tom Cruise, hát róla kevés ilyen információnk van, elzártan él, hisz a szkientológiában, de ugye hát keveset tudunk róla. Igen. Tom Cruise állítólagosan brutálisan horkol,
rettenetes mennyiségű orváladékának az nem áll. Jézus, nem volt benne címen. Jó, csak valami bele kell tenni, hogy kicsit békesebb vagyok. És állítólagosan kialakított magának egy hangszigetelt szobát az ő házában, hogy senkit ne zavarjon, ugyanis falakat horkol ő át, és szobányi távolságokat győz le a horkolásával. Tehát ő a kifelé menő zaj ellen épített ilyen szobát. Igen, ő épített egy szobát, hogy nyugodtan tudjon aludni, és ez ne zavarjon senkit. Egyébként kit zavar? Tehát ki alszik még Tom Cruise mellett? Ki akar még egyáltalán élni vele? Anyu meg Suri elment otthonról, ugye? Igen. Mariah Carey-ről azt szedte össze ez az amerikai bulvárlap, hogy kiemelt figyelmet fordít az alvásra, nem apróz el, éjszakánként kevesebb, tehát majdnem 15 órát alszik, tehát ő nem hajlandó kevesebbet ágyban tölteni, alvással történik, ennyi időre van szüksége az, hogy megfelelően tudjon énekelni. 20 párologtatót helyez el a különböző pontjain a lakásnak, mert kiméli a torkát, ebből minimum 5 az ő hálószobájában van. Ez a gőzölős vacak megy egész este nála. Igen. Milyen lett, amikor Mariah Carey és Tom Cruise együtt alszik? Az milyen lett? Brutális. Stephen King. Hát ez egyik legsikeresebb íróról van szó. Ő elmondta, hogy mindig megmossa a fogát, ez azért nem annyira furcsa. Igen, ezért nem annyira furcsa. Eredeti. És hogy folyamatosan arra törekszik, hogy minden lefekvés előtt ő egyébként kezet tudjon mosni, mert hogy nem tudja, mi ennek az oka, de folyamatosan szerető tiszta kézzel lefeküdni. Tehát közvetlen lefekvés előtt ő még gyorsan kezet mos, ha elfelejti, felpattan, megmossa a kezét és visszafekszik az ágyba. Lehetőleg az ágy és a mosdó között már nem ér semmihez. Nála egy... megfolyja a fürdőszoba kincset, jaj, vissza. Akkor újra kezet. Most hát a lényeg, hogy szűz kézzel feküdjön le. Én róla abszolút azt gondoltam volna, vagy azt képzelném el, hogy nagyon-nagyon rosszul alszik, állandóan rémálmok gyötrik, nincsen otthon fogsejem, hogy valaki azzal folytsa meg. Persze, igen, a saját regényével. Fél, de nem most komolyan, tehát, hogy neki, tehát egy ilyen fantáziával megáldott ember, aki ráadásul mindenféle rémhistóriák világában él, és hogy a kenyerét is ezzel keresi gyakorlatilag, hát én azt gondolnám, hogy őnek nagyon-nagyon rossz álmai vannak, és időnként így felébred, felrja. Vagy már csak a sarokban ül, tudod? Szerintem vagy az! De hát 10 éve meghaltál! A párnáinak egy bizonyos irányba kell néznie, a gombos részeknek mindig az ágy másik oldala felé. Ezt ő összerendezés nem hajlandó olyan ágyba befeküdni, ahol a párnák esetleg máshogy állnak, és a gombos részek nem néznek egy irányba. Életrajzi könyvében mesélte ő ezt el, fogalma nincs, ez miért alakult így. Nem hajlandó olyan ágyba befeküdni, ahol a párnák nem egy irányba néznek. Azért kényszeresek ők is felé. Igen, beteg, nem? Ez igen. Beteg. Igen. Mit, Csiki? Visszajöttél? Ez már nem biztosítsd ki! Ez valami gonosz! Eminem. Na. Befóliázott ablakokkal próbálja a hálószobán kívül tartani a napfényt, mert hogy a sötétítő már nem elég neki. Nem hallott a redőnyről valószínűleg, hát náluk azért, nálunk itt a Balkánon ismerik a redőnyt, ők ilyen szép házra nem tesznek fel redőnyt. Fóliát rakatott az ablakára azért, hogy nagyon sötét legyen, mert a fólia az egyetlen, ami azt az érzetet kelti, hogy full sötétben tud aludni. De és napközben mit csinál? Lekaparja? Mert a fólia az rajta, érte? Hát de nem, a fólia éjjel-nappal rajta van. Lehet, hogy van még egy szoba a házában. Ja, ugye ez csak a háló, de a hálóba örök sötétség honnol. Hát ott akkor falazza föl. Na, igen. De például az a szemlekötő, az neki nem jó. Hát hülye néz neki azért, ja. Érted? Rányít ugye egy bulvárlap, hogy ott vagyoktatnak Eminem, ez is a világ legnagyobb rappere, kijön egy szemlekötőbe, egy picsikos pizsomába és egy rohadt nagy elefánt ormányos papucsba, érted? Hát hogy néznek? Michael Phelps, ugye a világ egyik legjobb. Így van, súlylökője. Világ egyik legsikeresebb úszója, egészen speciális körülmények között alszik, ő kialakított magának egy kamrát, amiben a légnyomás olyan, mint a 2700 méteren lenne. Hagyjál már! Sok sportoló csinálja. Azért alszik ott, mert a szervezetét ez munkára ösztönzi, és az alvással elment 8-10 óra sem vesz kárba, hanem egyszerűen közben is dolgozik a szervezet, így jobb teljesítményekkel tud felkészülni a versenyekre. Csak ebben a kamrában hajlandó aludni. Mondjuk megnézném azért egy ilyen roadshow, vagy egy ilyen utazásnál, vagy egy nyaralásnál, hogy megy utána két, nem tudom, asszisztens is viszi ezt a kamrát.
Még szállodba lesz, még szállodba lesz. Hova csekkoljunk, és viszik a kamrát a szállodába. Szóval ő kamrában alszik. Beköltözik magára, csukja, ez egy tojás alakú kis búra, és abba hajlandó csak aludni. Na, most rögtön a telefonát a szponzornak, Cseh Laci. Hallottad? Ne hallottad, hogy nem jól. Hosszú Katinka itt lemelett a gyárfásnak, hogy ja, akkor ezt is addig nem írhat, megy a többi közé. Na, hát a miénket már sokszor megbeszéltük, hogy ki hogy alszik nálunk, ugye? Azt pontosan tudjuk, hogy kinek milyen beteg alvási szokása van. Hát Messze János a legbetegebb, azt most ne elemezzük ki újra, hogy a hálózsák, a melegítő, a jéger alsó. De már legalább szétúzza a hálózsákot. Hogy ez miért? Igen, szemlekötő füldugó. Szemlekötő füldugó, tehát téged igazából kis rabolhatnak, és sokszor megállapítottuk. Neked olyan, ami furcsa esetleg, vagy szokatlan, neked ilyen egy paplanba nyomjátok, ugye? De ennek most véget fogok vetni, véget, mert most már elegem van, elegem van, az van, hogy mindig a család... fázba ébredsz mesztelen üdideregben, mi? Pontosan, pontosan, ez eddig nem volt, és... Megerőszakol. Oké, azzal nagy baj nincsen, érted, az minden este meg van egyébként. Egy orszívó porszívóra seggedben. Szóval a család nőtagjai alszanak háton, tök nyugodtan, és levéve az összes takarót bárki van melletted, mi férfiak alszunk ugye rendesen oldalra összekucorodva, és most már én is úgy alszom, mint a Soma, de rájöttem, hogy az van, hogy mert lehúzzák rólunk a takarót, és én eddig imádtam a békával úgy aludni, nekünk egy nagy takarunk össze, bújtunk kis kifli, nagy kifli, és alszol. És most már mindig az van, hogy nyomorultul hajnali háromkor arra ébredek, hogy megfagyok a hidegtől, mert lehúzza rólam a takarót. Ez nem én, nem utálom az egy paplan, mi külön paplan, nem szeretem. Vagyok hajlandó, nem hát... vagyok hajlandó. Ad ide, és egész éjszaka vívtok. Kis lefekvési szokás, egy pohár víz, kis gyógyszer, papucs egymás mellé, éjjeli lámpa. Mi reggel vesszük be a gyógyszereinket, jó? Drága ötvenesek, meséljetek, mi vár azon az oldalon? Egy pohár meleg tej, egy pohár meleg tej, hogy ne kelljen pisilni, vagy előtte még elmentek, kicsit pisiltek, kirázzátok, visszafekszetek. Van már ilyes, éjjeli lámpánál alszotok, hogy megtaláljátok a pohár vizet, semmi? Teljesen flott lefekvés, ez még így 50 körül? Egy kimosott egy zacskó fölgumizva. Ha véletlenül egy tejtartóban az éjjeli szekrény. Szóval semmi, teljesen flott lefekvés egyelőre. Én egy dolgot nézek kis meg. Kavinton, kis gyógyszer, kis sablekötő, semmi? Nem, jó, nem kell. Én egy dolgot nézek meg, hogy a kulcs, amivel bezárom az ajtót, az viszintes legyen. Mi van? Tehát, hogy a toll, ja. Hogy ne függőlegesen álljon. Ja, akkor nem tudják kinyomni a zárból? Nem tudják kitolni. És ha elfordított felére, akkor az beakad. De okos. Na most jaj. Már senki nem jut be oda. Hozzá nem a biztonsági előírás. Ráadásul még a söprűnyéllel is alá van támasztva, ugye? A kilincs. Igen, és három darab ilyen porcelán üveg van, porcelán van rajta, tudod, amikor leesik valaki bejön, akkor az összetörik. Most én elkezdtem ilyen áperítő szőlőzsírral kenegetni a számat valamiért. Lefekvés előtt? Lefekvés előtt közvetlenül. Valamiért elkezdett valami kiszárad a szám alvás közben, és nem szeretném, ha kiszárad a szám alvás közben. És ezért epres szőlőzsírral. Igen, az epres a kedvencem. Van egy ilyen, azt hiszem, princess, vagy valami ilyen. Igen, na, egy little princess, azt hiszem. És ott áll a kis éjjeli szekrényedre, bekened a kis szácskádat, és utána lefekszel. Picit, és akkor így. És olyan jó érzés. Csak az a baj, hogy rájöttem, hogy minél több ilyen dolgot beépítek, annál hosszabb ideig tart. Hát ez egy hosszú ritmus. És akkor érted, hogy mit tudom, le akarok feküdni 11 órakor, akkor már fél 11-kor el kell kezdenem így végigjárni ezeket a különböző stációkat, és egy kimarad már nem alszok. Mit csinálsz, Jani? Fél 6 elkezdek lefeküdni. Aha. Indulnak a kis rituálék, papucs, pizsoma, szőlőzsír. Jó éjszakát, kis mackó, jó éjszakát, Miki, jó éjszakát, anya. Szia, virág, szia. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó, a párotok mivel küzd, mi megy a harc, ki alszik kis kifliben, nagy kifliben, kinek van furcsa lefekvési, előkészületi vagy elalvási szokása, illetve mit csinál álmában. Tehát azt is várjuk, aki előszeretettel szórakoztatja házastársát úgy, hogy átkarolja, magához húzza, kiszorítja, odabújik. Tehát milyen harcok mennek az ágyban, ezt írjátok meg nekünk, jó? Jövünk a hírek után, az SMS-ekkel már is. Morning Show nagy tavaszi országjárás 2016. Már 7 éve minden májusban elindulunk. Miért lenne ez idén másképp? A hazai rádiózás legnagyobb sztárjai idén tavasztal is a nyakukba veszik az országot, hogy a magyar rádióhallgatók testközelből élhessék át a hamisítatlan Morning Show élményt. Tarts velünk mind az öt állomáson, burkold be a nyereményeket, és mi tejben vajban füröztünk. Szombathelyen kezdünk, aztán Székesfehérvár, aztán pedig Szeged. Sütőtökön mégéssel van, és pénteken pedig Kazincz-Bancika. Lesz üvegstúdió, hatalmas nyeremények és felejthetetlen hangulat. Klassz FM Morning Show nagy tavaszi országjárás 2016. Már 7 éve a legklasszabb buli.
Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Többen kérdezitek, az időjárás nehéz mit mondani, nagyon szeszélyes, meleg lesz, napról napra egyre melegebb, de hát esőre kell készülni sok helyen. Úgyhogy esőkabátot tegyetek be, de jön a jó idő. Jön a jó idő, már egyébként pénteken 23-25 fok lesz, hétvégén is, az jó. És jövő héten, keddig látom. 22-23. 24-25. Hús felhő. Jó lesz ez. Nagyon korrekt. Hétfőből péntekig, ugye tavaszi kitelepülésen vagy. Bizony. A helyszíneket megtaláltak egyrészt a Vazén, másrészt pedig ugye a Facebook oldalukon, a Morning Show-nak a honlapján, mi is folyamatosan mondjuk itt a rádió műsorban. Megtaláltok bennünket. Na nézzük az SMS-eket, ugye arról beszélgettünk, hogy kinek milyen furcsa elalvási szokása van, illetve ki hogy alszik. Végigvettünk egy-két világsztárt, mert hogy egy bulvárlap hát szétszette őket, és kértünk benneteket, írjátok meg nekünk, hogy ti vagy a páratok milyen fura alvási szokásokkal rendelkezik. Mónika Belucsiról lehet tudni valamit? Álmodik rólam? Igen, mindig egy buborék jelenik meg a feje felett, és a te neved van benne. És mesztelül alszik, és hívogat álmában. De nem saját magát látja, hogy hálás tekintetel néz visszafelém a jobb válla fölött? De nem, alulról néz fölfele rádi. Kicsit mosolyog mindig ezt álmodja. És látszik rajta, hogy nem hiszi el. Igen, nem hiszi el, hogy ez hogy végre valahol vált az álma. Hogy? Isten. Az én párom rendszeresen a mellkasomon alszik el, mondván ott alszik el a legjobban, közben a felsőm 3 deciliter nyálat szív fel, így én már kis törölköző darabokat teszek előre a szája alá, ha már fordul egyet, akkor vagy rocsog, mint a kotyogos kávéfőző, vagy csámcsog egészen rocsog. Reggelig. Jöjjön nekünk valaki. Párommal messzenül alszunk, a kicsit hideg van, zoknit húz a hímtagja. Ne, jaj, ne, már ne. Ezt nyilván az fázik, persze. De szamata nem lenne egy boxer alsó. Csak oda húzza. Párom lehúzza a közös takarót, felszorít a falra, minden apró neszre úgy megijed, hogy akkorát rúg belém, azt hiszem meghűlök. Ez is esemény. A párom leül az ágyra, és összedörzsöli a talpát, hogy a porpiszok ne kerüljön be az ágyba. Ezt minden este végig kell nézni. Az én párom addig nem tud aludni, amíg nem iszik meg 7 kiskorty friss vizet. Hetet? Nem 6-ot, nem 8-at. Nem 6-ot. Valaki ülte nekünk. Van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello, ciao, jó reggelt! Hello. Adri, hello Adri. Na, hogy alszik a párod? Hát minden lesz, hogy és előtt van egy kötelező szám, hogy megigazítja egy kis függönyt párhuzamos nedőkbe. Párna az ágy szélére, kötelezően. Kicsit halkítsd le a rádiót, létszik, mert ebből semmit nem értünk. Oké. Okay. Köszi. Na, tehát mit csinál, hogy megigazítja a redőnyt, vagy... A redőket a függönyön. A redőket a függönyön, végig. Az fontos. Igazítja, igen. Megigazítja, hogy lejelent a gyűrődés. Aztán a kis kulcsomáját az ágy a plastalon megigazítja, hogy ne dőljön szét. A kulcsomó ne dőljön szét, igen. És mind a szeri ugye vízszintesen állítja az árat a zárban. A kulcsot az árban, a biztonságtechnika, az nem kettyenés. Nehogy csak úgy betörjenek oda könnyen. És ezt minden este Adri megcsinálja? Minden este. Nyilván te ezzel jól szórakozol, nem? Hát igen. És ha nincs a kulcsot, a kulcsom, akkor odahozza, megigazítja, és csak úgy fekszik le? Igen, és szerintem, hogyha nincs megigazítva, akkor valami rossz fog vele történni. Aha, hát kényszeresség útján elindult ő is, igen. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Hello. Az én férjem aranyosakat vakkant, mikor álomba szenderül. A múltkor a vonaton aludt el egy teli kabinban, újra jött az ugatás, ezúttal viszont olyan hangos volt, hogy ő maga is felébredt rá, hogy mentse a helyzetet, lázas köhögésbe kezdett, hogy ne legyen feltűnő. Picit félek, mi lesz esténként, ha lesz kutyánk. A férjemmel 5 hónapos kicsbabánk van, és közös paplan alatt alszunk, mikor felszír a kisfiunk, én átmegyek hozzá visszaaltatni, mire visszérek az ágyunkhoz, a férjem az ágy közepére húzódik, a paplanom alá gyűrve, a párnám kisajátítva. Mikor nagy nehezen visszaszerzem, még ő morog, majd reggel a szememre veti, hogy felébresztettem az éjjel. Az, hogy én 5-ször keltem, és nem volt hova visszafeküdni, az persze nem számít. Egyébként ezek az éjszakai csatározások, ezek nagyon jók. Amikor te is alszol, ő is alszik, de közben csendes vívás van. Meggyőzhetetlen a másik, hogy például az, hogy horkol, azt nem tudod neki elmondani. Nem, az egy fájó pont, amikor bejelentik, hogy horkolsz. Igen. És azt mondod, hogy nem én voltam. Nem. Nyilván nem, hát hiszen te alszol, te nem emlékezhetsz rá, hogy... Egyszer fölveszem, jó, vedd föl, de nincs mit. De hogy? Egy időben minden este jobb és bal mutatóját 9-szer kopogtam, micsoda, jobb és bal mutatója 9-szer kopogtam a párnám alatt. Csak így tudtam elaludni. Hoffi CD szólt, mikor lefeküdt a férjem, kb. 3 másodperc múlva aludt, én meg ettem az ideget, mert nem bírtam elaludni. Minden este ki kellett másznom az ágyból, kikapcsolni a magnót, ha aludni akartam. Tényleg úgy feszik le valaki, hogy Hoffi CD-re alszik el, persze.
Az jó. Azért az szerencsés, nem? Tudod, hogy jó. Egy perc múlva alszik, tudod, egy perc múlva alszik. Te meg mehetsz ki. Igen, vagy hallgatod a ízét, hogy a kós hofi duertek. Cini-cini, kis hegér, minden lukba belefér. És mit tudod érni? Menj a lukba. Igen. Apám feláll az ágyra, és onnan helyezkedik fekvő pozícióba, fél évente törik össze az ágyrugó. Beugrik a papa. Papa van vitalitás. Felugrik, és egyenesen bedől az ágyban. Igen. Az asszonyom verekszik álmába, már kétszer könyökölt orba, és vágott pofon, már párnával a fejemen alszok, mert így nem hallom meg egyébként, hogy mit csinál. Pisti küldte nekünk. A csajok tudnak egyébként. Igen, igen, bunyózni. Hétköznap napközben ugye ébren elfojtja ezeket a dolgokat, és álmában jönnek elő. És álmában pedig agyonver téged? Ellened irányul egyébként? Igen. De azt ismeritek ezt az érzést, amikor egy tudom, hihetetlen nagyokat rúgtok, vagy ilyesmi. Tehát, hogy persze, mert fűz le az idegrendszer, úgy lazulnak ki ezek a görcsök, és abban a pillanatban van ilyen izommozgás. Én valamelyik nap úgy aludtam el, hogy 5 percen belül már tényleg nem voltam, nagyon mélyen, és azt álmodtam, hogy megyek kint az utcán, és valami jégre rálépek. Iszonyatosan csúszós volt az út. És elestem. És rohadt nagyot rándult. És akkor átrándultam, hogy felébredtem rá. Az én párom minden este azt üvölti négyszer, hogy jó éjszakát, minden egyes este. Amikor hajnalban hazajön a buliból és lefekszik, akkor sem hagyja ki. Azért az emberek itt felébred. Négyszer belőbölt egy hajnal fél ötkor. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Jó éjszakát! És akkor vársz még egyet, még egynek kell jönnie. Jó éjszakát! Köszönöm, neked is, aludjunk! Gyerek, miért pont négyszer? Miért négyszer? Miért nem elég ezt egyszer? Igen, négyszer elnyom. Igen, édesapám pókokkal álmodik, anyumnak 4 foga bánt, amikor lecsapta a pókokat. Kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Na jól van, hát igen, azért ezt tudtuk, hogy ez egy érzékeny téma, szóval... Ugye erről az ember keveset beszél, meg nem mesél nagyon senkinek, de szinte minden ágyban, ahol az ember valakivel alszik, ott nagy csata és folyik. Ilyenkor mennyire érzékeny az ember, ilyenkor konkrétan gyűlölöd a párodat. Persze, hogy ugye elvetted a karodat, ráfeküdt, és akkor tök durcásan alszol el. Leugtál rólam a takarót. Jó, a közös takaró az egy csapda, tehát azt mindenkinek mondom, hogy arról álljon át. Évig jó volt. Igen, arra át kell állni. Nem, ciki, visszavonulod, fújni, arra le kell jönni. Nem jó. Tehát az előbb-utóbb konfliktusokat szül. Na játszunk, itt van már is a hallgatónk a kérdés, mit mond óram? Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívvelem. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásítjél a nőme. Aki válaszol... Halló, jó reggel! Sziasztok! Gyöngyi! Hello! Szia! Gyöngyi, honnan hívtál minket? Székesfehérváról. Kedden ott vagyunk, jövő hét. Mindenképpen. Pont egy hét múlva, igen, a piac téren vagyunk. Igen. Piac tér, Székesfehérvár. Május 10 így van. Mit csinálsz, otthon? Igen, itthon vagyok a kislányommal. Jó, beszéltünk valamikor már Fehérvárról valakivel, aki pont a kislányával volt otthon. De azt gondolom nem te voltál. Mm-hmm. Nem. Lehet, hogy vagytok ketten is így. Két Gyöngyi, két kislánya. Hogy hívják a gyermeket? Mia. Milyen esetem van. Na. Azt mondja, hogy állat, város, híres ember, szólásmondás. Hát én az állatot szeretném. Ja. Jónak tűnik. Indítjuk, jó? Figyelj, fél perced van. Hallgass meg. Kocok, ijezem. Mezei pocok. Jaj, de aranyos. Jó vagy. Ez jó. Nagyon jó voltál. Köcsög? Mit mondod? Összeset tudtam, de ennyi idő alatt. Mezei pocok. Nagyon aranyos. Az elején is ennyire jó voltál ebben a játékban, vagy te is kitanultad, mint a többi hallgatónk, akinek már hát nagyon... Nem, én ezt már gyerekkorom óta, mamának volt a falon ilyen terítő, és azon gyakoroltam, de már gyerekkorom óta. Úgyhogy igen, hát régóta jobb, hogy jó. Gyakoroltad, hogy kell visszafele beszélni, tényleg? Igen. Azt a minden is. Na jól van. Küldjük neked az ajándékcsomagot, ügyes köszönöm, vagy. Köszönöm. Gyöngyi, puszi, jövő héten találkozunk. Ciao, hello. 7:08, jövünk a hírek után. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Jöhetek a legjobban. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli 8 óra után, pontosan 9 perccel itt vagyunk kedden, és nem tudom, egyszerűen nem tudom.
És jövő héten ilyenkor Szegeden leszünk. És azt sem fogja tudni. Azt sem tudom. Azt mondja, nem tudom, Szeged. Oktassuk, hogy nem szabad reggeli rádiós műsort kezdeni. Jó reggelt kíván, itt vagyunk, nem tudom. Jövő héten ilyenkor már Szegeden leszünk. Nem, Székesfehérvár, köszönjük, ez az anyag, ez a vizsgondétel. Így ne, így ne. Bali Feri, Bali Jani megmutatta egy fél percet, hogy ne vezessünk reggeli rádiós műsort. Nézzük, mik voltak hibák, azt mondja, hogy igen. Laci, parancs! Nagyon jó, igen, na, így nem szabad. Így nem szabad reggeli rádiós műsort vezetni, ahogy ezt az órát elkezdtem. Pedig az órát elkezdtem. És mi is a legjobb. Jó reggelt, Békés Csaba, Szeged. Igen. Sziasztok, Fehérvár, Kazincbarcika. Végül is 100 kilométer érte. Hát most érted, ennyi. Nincs ezzel baj, persze. Nem, valószínűleg ez az idő teszi ezt az emberrel, hogy egyszerűen nem tudsz ráállni valamire. Hideg-meleg. Tegnap olyan viharba kerültünk a gyerekekkel. Hideg-meleg. És közben olyan brutális szivárványt láttunk, vihar, hogy... Vihar? Hol? Uh-huh. Ott, amerre lakom, Török Bálint környékén, olyan vihar volt, brutális esőfelhők. A szivárványt nem a gyerekkoriban láttad, olyan márka láttad. Csak megjelent. Minden szivárvány egy pici csoda, nem úgy érditek meg, amikor szivárványt láttad? Nem, de csodálatos. Olyan szép, mint ott egy pillanatra ott az univerzum megmutatna neked valamit. A kaput. Magából a kaput, hogy igen, egy a csodában, hogy vannak csak, egyszer csak megjelenik egy szivárra, és egy pillanatra egy megállsz, fölnézel, és azt mondod, hogy ez uh-huh. ez valami földön túli dolog, nem emberi, de ez valami más. És belegurulsz az előtted a lévőnek a lökhárítójába, a pirosnál közben. Öregszem, ha én szivárványokat fotózok, de tényleg. Azon, hogy te eddig is fotóztál szerintem. Tehát, hogy ezt nem kell azt mondani, hogy ezt most kezdted el. Hát én mindig meglátok egy szivárványt, és megürülök, és egyszer lefotózom. Gyönyörű képek lehetnek. Nem tudom, valahogy megérintenek a szivárványok. De lehet, hogy öregszem, uh-huh. nem? Nem. Hát ez is egyfajta. Hűlök? Nem. Hát ez egy elfolytott dolog benned. Mi? Ha lenne egy szivárvány klub, olyan szívesen lejárnék, és végre fölvertém a magas sarkomat is. Te hülye állat. Hogy tudsz abból is erre gondolni? Komoly, ez egy elfolytott dolog bennem a szivárvány. Nézd meg, ott volt. És ráadásul olyan szivárvány volt, hogy... Már látlak tolbóában egy kapcsolat. Ez itt a Love Parade. Balázs vagyok, megnyitom a fesztivált egy hatalmas boával, igen. Táncolok. És csigidi. Nem. Nézd meg, dupla szivárvány volt. Tehát olyan dupla szivárvány, hogy ugye dupla. Megjelent egy gyönyörű félkörben az egész, tehát ugye föltől földi, és mögötte másik. Aha, tükröződött az objektív a fényképezőgépen, mert nedves volt. Nem, dupla szivárvány volt. Figyelj, szerintem az ablak mosó főleg a cserétek, ez valamiért nagyon alatt. Nincs nektek lelketek? Hát, lehet. Olyan szép. Figyelj, nehogy már tényleg 8 óra után 12 perccel egy ország hallgassa azt, hogy te a nyomvadék szivárvány fotóidat nézegeted. Ne már! Nem érzik egyéb az ember. Ez nem te vagy. Hát ha ezt mondják az NMH. Nincs szíve megküldeni ilyen ember. Egy tök igaz olyan, aminek rohadtul nem érdekel a szivárvány, de hát ha meghatom a zenem, hát érted, hogy egy érző ember vagyok, itt nézlek, és ott ülnek 12-en 16. De írják, csak 1 milliót írják! A 10 az sok, majd legközelebb leverjük mások. Ma is egy szivárványról beszél. Megríghatod. Gyerekek, spórolok a rádióra, 9 millió forintot már megérte. Akkor holnap kiskutyás képet hozzál. 40 akárhány megszólásunkat vizsgálják. A rohadt életben csak el kell menni valahogy ezt a rádiót, ugye? Valahogy akkor azért már találni kell valamit. Hát akkor... De holnap nem menni kell a téteket. Igen, ma mi lesz? Várjál, az a baj, ugye? Ebbe kössenek bele, érted, hogy szivárványokról beszélnek 4-9, és csak ilyen műsort csinálnánk. 10-ig, 6-tól 10-ig átmennék. De népszerű lenne. Milyen népszerű lenne? Ma meg ikrekről beszélni, kislányokat szóltak el. Ma magacsi valamilyen ragyosak voltak. Istenem, minden a megrígat, ez a csodálatos ember. Ezek után büntessél meg. Hát, ezek után büntess meg a műsort. Amikor ilyen érző emberek ülnek innen, akik elsírják magukat egy szivárványa, érted? Így kösse fel a nadrágját az NMH, így büntessen meg, érted? Ezek után, hát mire fogják fogni? Na? Megmenteti a kiskocsákat!
A múltkor átvittem. Szájba vittél át. A múltkor átvittem szájba három leveli béket. Tessék. Mit szólnak az NMA-hoz? Ja, hát itt másik oldal, és csak ott kitették el mindent. Melyiket ott vetted farmosnál? Lehet, hogy én is öregszem. Hát szerint, figyelj. Változó korba léptem egyébként. Igen. Elsírom magam egy szivárványra. Meghatódom egy szivárványra. Én azért azt gondolom, hogy mégiscsak tényleg a kamion a cél. Igen. Tehát a szivárvány egy rejtett elfolytás bennem, arra gondolsz? Na ma váltok, most jövünk vissza 10-re. Ja, igen. Most már újra meg lehet őket büntetni. Rejtett elfolytás a Morning Show-ban, kiskorúak védelme. Igen. Ja Istenem, ha tudná zene már, mit csinálnak valójában a kiskorúak, Istenem, ha együtt élnének már a korral, és tisztában lennének az, hogy valójában miket néznek, mit hallgatnak, nem? Hogy tényleg komolyan. Dzsungelkönyve. A Mowgli. De nyomtatottba csak olvasnál. Hát, szenzációs, te megnézted. Én megnéztem. A gyerekekkel mondom, egy olyan pont volt, ahol kicsit így hátraököltünk Somával egyetemben, de a többi az nézhető, kezelhető 6 éves kortól. Úgyhogy jó a buli. Amit nem értek, hogy ilyen eltúlzott méretek vannak benne. Tehát van Mowgli, az ember kölyök, aki a filmben szerintem mondjuk egy ilyen 6 éves kisrác, tehát 140 centi. Ehhez képest Lajcsi a majom, ő ugye a majmok királya az eredeti. Mi baj van Lajcsival, most miért kell? Hát, nincs elég baj. Nincs elég baj, most kell, hogy Polnár Feri beszólt, érted, Lajcsi a majom személyeskedésre kerüljön. Annyi baj van, így is komolyan mondom, miért kell állandóan csesztetni szegény Lajcsi. Tehát Lajos a majom, nem, Lajcsi a majom, az egy 10 emeletes toronyház mellette. Tehát, hogy minden ilyen eltúlzott az összes ilyen állatfigura benne. De egy tök jó, csak nagyon nagyok. És nincs az, amit te mondtál, hogy mint hogyha a lelőtt plüss tigrist valaki a száját mozgatná. Látszik, hogy zöld sem megetészek a tigrisek. Ki a Mowgli? És az van ide-oda tekerve. Előre-hátra, és így beszél a tigris. Nem olyan, úristen, nem a beszélő állatokkal a világból, az univerzummal kivetődött. És csak ez, mintha azt mondanám most, hogy na ezt. A malac, ami beszél a kutyával, érted, és megszöknek egy farmról, ha valaki meg akar kínozni, kötözöl le, és nézesse meg velem ötször. Persze, szivárványok, oké, beszélő állatok, nem oké, hogy van ez? Már, hogy a beszélő állatok, azok nem... Rosszul vagyok a beszélő állatok, meglátok egy olyan filmet. A beszélő állatoktól nem, ideges leszek. Nem. Mi beszél egy kecske, és látszik, hogy nem mozog a száj, csak eszik valamit, és alá van rosszul szinkronizálva. A veríték lever konkrétan. A veríték, tehát izzadni kezdek, és nagyon durván szorom. Mindenkinél van olyan egyébként, egy olyan pont, amikor egy picit így elérzékenyül, azt érzi, hogy így kicsit így, így. Na tessék, nektek mi az a pont? Én a szivárványom bőgök. Tessék, mi az a pont, amikor elérzékenyültök? Na, nincs ilyen? Van ilyen? Hm? Hát ez van, hogyne volna. Sírunk, mi férfiak vagyunk. Hm? Ha nem eszel elég rostosat, akkor a fajancon kicsit szoktál könnyezni. És hányszor megfogadtam már a rohadt. Ja ne, várjál. Most a levegőbe csapott az elem. Na, egy se Mégis. Nincs olyan pont, soha? Ahogy öregszem, észrevettem, hogy egyre több mindenen érzékenyül az ember. A múltkor mondom, elsírtam magam a Guldenburgok örökség. Jó, de azon már régen is. Nagyon durva részt láttam. Laurisen megjelent, olyan gonosz volt, elsírtam magam. Annyira érzékenyen érintett. Nincs semmi? Dehogy nincs, amit a gyerek csinál. Gyerekekkel kapcsolatban az is szerintem egy csomó minden megható. Nem? Ja, az volt most vasárnap, anyák napja volt, és akkor ezt így mukiban így reggel tudatosult, nem, mintha nem készülnének rá az iskolában, csak egy mit 3 hete, de úgy reggel tudatosult benne, és akkor elrohant, hogy az anyjának írjon egy levelet. Mert hogy ő most már írás tudó, legalábbis szerintem mondtuk, hogy még azért vannak kihívások, ezen a levélen is látszik, amit ő ugye írta az anyjának. Elrohant, és akkor írt egy ilyet, hogy boldog anyák napot, én azért szeretlek, mert te mindig mellettem vagy, ez lett egy ellel írva, mellettem vagy, vigyázol. Jó, hát jött is a tasli, nem? Jó, hát így meg a mondtam, hogy ezért még sokra vihet mondtam, hogy édesem, ez nem levél, és ilyen kis színesbe megírta. Látod? Na hát ez átküldte a béka. Igen, ez egy cuki dolog. Én vasárnap reggel verset jegyzeteltem, mert a gyerek megtanult egy verset, de még nem tudja leírni, lediktálta nekem, rajzolt egy szívet az anyának, aki meg leírtam a verset, hogy hopp ide az ölembe, vagy nem tudom, mi volt a vers, diktált, csak nem figyeltem. És ne, annyira helyes verset mondott, és mondtam, hogy menj oda, és mondd el, ne, hát, hogy ő nem, hogy lediktálja nekem. És akkor leírta nekem, megcsináltuk együtt a rajzot, és ezekkel nagyon, igen, nagyon meghatott. Összeborultunk, sírtunk, és úgy találtam
ránk a Viki, hogy zokunk. De órák óta. Na jó, ez oké, de én nyomvat szivárványon. Nem, a szivárványon nem bőgök azért gyerekek, csak megkönnyezem. Na hát az istenit, hát csak megkönnyezem. Az Aldis kitelepülésünk után átmentünk az outletbe, és kiderült, hogy öt alsót, hogyha veszek, akkor 50%-kal olcsóbb lesz. És bebögtél a próbafülkébe? És picit sírtam. Tökre örültem, nem számítottam. De még az outlet árnál is olcsóbb. Tök jó. Illetve amikor kiderült, hogy felújítják a Subway-t, és nem tudod megenni az egy hete várt szendvicsedet, amiért már csütörtök reggel óta nem ettél semmit, basszus, hogy te majd péntek délben eszel egy szendvicset, és bezárt. Mindjárt Subway. Üvöltöttél, mint a Wookie. És üvöltöttél meg amikor összezárult a Gyűrő Paulus 6. hadseregek körül Stalingrád, nem most láttam egy dokumentumfilmet, akkor bebögtél. Igen, akkor is. Na jó van. Oké, készültünk azért témával, és nem sokára gólöröm játékunkra jön a beugró kérdés. Ez egy olyan játék, hogy tényleg hát mi imádjuk, mert hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy a tét, amiről szól. Októberben lesz egy Barca meccs, amire minket elvisz egy szponzor, és erre a Barca meccsre jöhettek el együtt velünk. Ráadásul nem is valahova nagyon messzire a stadion tetejére ültetnek bennünket, szerényen legyen mondva, egy nagyon jó helyen ülünk majd egy páholyban. Mi? És mi? Igen, hát ti jó, nem, de hallgatókkal együtt. Ehhez azonban meg kell nekünk mutatni, hogy ti milyen játékosok vagytok. A gólöröm játékra mindjárt elhangzik egy beugró kérdés, azt kell helyesen megválaszolni, utána valakit pedig visszahívunk majd, ha örül, akkor folytatjuk a beszélgetést, utána pedig élő közvetítésben kell megmutatnia, hogy Magyarország, hát fel nem fedezett kincséről van szó. Szóval ő a legjobb sportkommentátor a világon. Ő az új Szepesi tényleg. Jött már egyébként korán reggel SMS-ben. Én nem sértem egyébként, hogy miért küldte el a hallgató SMS-ben, gyakorlatilag egy közvetítésnek a teljes szövegét, az tökéletes volt. Csak azt kéne valahogy előadni. Aha. Azt kell előadni, hát tegnap ez a gólöröm, ez elmaradt. Ez elmaradt. Jó, igen. És új szabály van, kizárható vagy a játékból, és nem is fogadunk el semmiféle reklamálást, hogy de jó volt a válaszom a kérdésre. Nem, az volt. Punnyattan, enerváltan, kedvetlenül. Ez nagy ajándék. Nem. Ez egy óriási dolog. Már úgy kell felvenni a telefont, hogy halljuk, hogy millióan álmodnak egyébként erről, a webmailünkre is egy csomó olyan e-mail érkezett tegnap is. Igen. Hogy tudnának jelentkezni? A határon túli magyarok is egyébként jelentkeztek. Ők is szeretnének, mindenki ott szeretne lenni. Millió egy Barca rajongó van egyébként az országban, mindannyian ott szeretnének lenni velünk együtt ezen a meccsen. Bizonyám, és ugye ebben benne van a repülőjegy, egy kétnapos barcelonai kirándulás, szállás, szálloda, transfer, ez minden, ez egy komplett csomag, amit majd egy Barca meccsel koronázunk meg. Egyikünk sem nagy Barca rajongó, de aki volt már ilyen vagy ehhez hasonló meccsen, az tudja, hogy életre szóló élmény hadrukkol a csapatnak, hanem Érteném a focit, a lesz szabályt, bármit, akkor én barszás lennék. De ugye? Mivel fogalmam nincs, hogy mi történik. Ott fogsz kiabálni, őrjöngeni, sikítozni. Hajrá, katalánok! Igen. Kiszúrásból teszünk egy Real Madrid feliratot a hátadra. Én úgy sem veszem észre, hogy mi. 90 ezer katalának a ragyom, mert mi majd ez veszünk. Feri, hozz egy sört, léci gyorsan a büfébe, rohadni Real Madrid feliratot. Az a durva, hogy ott még ezért se. Semmi, nincs ilyen. Fölveszi Real Madridos sálat. Persze, ne, nagyon kultúrát. Úgyhogy tényleg vett majd fel ezt a hajrá baszkok felirat. Igen. Na, jöjjön a kérdés, jó? Aztán egy pici témázunk, 8:30 után viszont gólöröm játékunk következik, úgyhogy aki benevezne a játékra, az most nagyon figyeljen. Bedurrantjuk a kérdést, amit egyelőre csak helyesen kell megválaszolni, aztán hát imádkozni, hogy benneteket hívjunk vissza. Enerváltak, rossz kedvűek, gólörömöt rosszul átadó kiméljenek. Igen, kimélyek meg magukat. Magukat, igen. Tényleg az jelentkezzenek. Tesszük a telefon. Kicsit exhibicionista és extrovertált jelentsenek ezek a szavak, bármit is. János? Én sem tudom. De majd utána nézek. Köszönöm szépen. Van egy bakos az irodában, majd behozom, nézzük meg utána. Na? Ki az a bolgár labdarúgó, aki az FC Barcelona játékosoként nyert el az aranylabdát? Bulgár. Bolgár labdarúgó. Így van, mind a kettő megoldást elfogadj. A bulgárt és a bolgárt. A betyárját, mit oda pirítottál, tesó. És aranylabdás. Aranylabdás. És barcás. Nehéznek tűnik, de valójában nem nehéz kérdés, ezt tudni fogják a barcások. Nagyon-nagyon híres labdarúgóról, nem sok ilyenről van szó. A másik pedig ott van a legjobb barátunk, a Google. Az meg a másik, hogy meg tudjátok nézni. Na, aki kim volt május 1-én ezen a légi bemutatón, amit rendeztek, óriási parádé volt egyébként. Hatalmas nagy autós bemutató, légi bemutató. Az láthatta, ahogy ugye Vere Zoltán és két dél-afrikai társa kötelékben átrepül a Lánchíd alatt a negyedik nagy futam programjában, és utána hát semmi másról nem szóltak a hírek, mint arról, hogy majdnem baleset lett. Megnézve a videót, hát nem vagyunk túlzottan komolyan vehető repüléshez értő szakemberek, de mégis azt lehetett látni, hogy az egyik gépnek a kereke ugye hát beleér a Dunába.
amit nem kell nagyon túl gondolni ahhoz, hogy érezd, hogy ha az ott nagyon beleakad, akkor nem a repülő óra bukik. Mondjuk nekem az első reakcióm az volt, hogy te ügyes. Azt hittem a show része. Ez, hogy megbeszéltek, csak az én. Már az, hogy ők hárman átrepülnek kötelékben a Lánchíd alatt is egy óriási, óriási mutatvány, ahogy aztán ezt pedig a dél-afrikai pilóta megoldotta, az hihetetlen. Ugye látszott a videókon, a fotókon, hogy a futómű konkrétan hát beleért a Dunába. Ami azért ekkora sebességnél könnyen ugye még nem volt, hogy hárman mentek, ugye? Én a mesenyői repült át először, ha jól emlékszem, alatta, ugye meg a Lánchídas, vagy az alagutas mutatvány is az övé, meg talán az alatta is az övé, de ilyen még nem volt. Ilyen, az hogy hárman kötelékben ilyen. Kemény. Mi pont a vizergépet láttuk, ami áthúzott, de nem ott, ahol áthúzott, mert ugye nem voltunk ott, hanem a harmadik körletben. Egy vizergép igen, fölött, tehát este 6-kor vasárnap. Nem, a harmadik körletben fordult rá arra, hogy aztán ő berepüljön a parlament elé. Hát olyan volt hirtelen egyszer csak a semmiből föltűnő ilyen Airbus 321-es, mintha a World Trade Center előtt álltál volna. A harmadik kerületen a Kolosi tér fölött egyszer csak megjelent, hát ilyen 200 méter magasságban egy utasszállító. Jaj. Nagyon jó, én tavaly előtt voltam. Eltakartam a gyerek szemét. Figyelj. Írgalmat, ha jól látják. Hát, ha készül valami, ne lássad, hogy szörnyű vége lesz ennek a történetek. Írgalmatlan nagyot hirtelen a város fölött. De tavaly kim voltál? Én tavaly előtt voltam kint, és ott megy el a gyakorlatilag az orrod előtt a gép. Tehát, hogy minden, még így belátsz az ablakon, és látod a ízét a kapcsolót, amivel az olvasólámpát bekapcsolod, szinte olyan az élmény. Igen. Nagyon-nagyon jó. Nagyon jó az igen. Egész ilyen parádézás, jó a kisrepülők is, de az, hogy a nagy utasszállító ott megy el a Duna fölött, és így bámulod. Látvány, jó, igen. Tényleg. Na, itt van velünk Verez Zoltán, műrepülő. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hello! Na, ez, hogy majdnem tragédiába torkolott a bemutató, ez túlzás, vagy akár lehetett volna tényleg az? Ugye mindenki erről írt, és így írt utána. Erős túlzásnak tartom, ugyanis azért ennyire nem veszélyes dolog ez, hogyha a YouTube-ra fölmegy bárki, ott talál olyan videómat is, ahol a szárnyvégjelzőt húzom a vízben teljesen szándékosan. Tehát a víz egy bizonyos sebesség fölött azért a hasonlóképpen viselkedik, mint a szárazföld, tehát inkább csak visszapadta róla az ember. Egyébként alatta, a híd alatt akartatok elmenni? Igen, természetesen ez volt. Csak hűlő. Tudatos volt, hogy a híd alatt menni? Igen. És a lánci. Mondjad, Előtte mindenképpen megszerettük volna szépen mosni a repülőket, elvittük egy ilyen automosóba, de mikor a Jason következett, akkor sajnos a kerékmosó már elromlott. Ő jött egyenesen, vagy egyedül koszos kerékkel, úgyhogy próbálta gyorsan jóvá tenni ezt a dolgot, hogy ne legyen esztétikai hiba. Ez, hogy hárman repültök át, ez első volt, ugye? Ezt még soha senki nem csinálta. Igen, ez bizonyos kihívásokat azért tartalmaz a kötelékbe repülni át. Segíts nekünk egy kicsit laikusoknak, hogy mi a különbség a között, hogy egy gép repül át és három, hiszen mindenki csak egy gépet vezet, tehát gondolnánk, hogy ugyanúgy egy gépre kell a sajátodra koncentrálni, közben nyilván ott vannak még ketten rajtad kívül, akiket szintén figyelni kell, tehát hogy technikailag miért nehéz? Vagy miért nehezebb? A kötelékrepülésnek különösen, hogyha ilyen szoros kötelék megvan, az a sajátossága, hogy a két kísérő az gyakorlatilag nem lát semmit, csak a vezérgépet. És egy nagyon-nagyon finom, precíz kormány, illetve gázmozdulatokkal tudja a relatív helyzetét tartani a másik gép mellett. Tehát ő igazából csak a vezérgép két pontjára szegezi a szemét, figyelmét, és ezt a két pontot próbálja tartani. A két pont azért kell, mert az kiad egy meccést, ugye az ő relatív gépének a helyzetét, és ezt próbálja tartani. Tehát gyakorlatilag az egészben nem látnak semmit. Tehát két hátsó gép van egy elől megy egy valaki, én azt nézem, és oldalt se nézek a másikra, a haveromra, hogy összeér a szárnyunk. Csak viszonyítok. Nem nagyon, mert két oldalt vannak, ő azt a feladatot kapja ilyenkor, hogy a vezérgéphez képest relatíve tartsa a távolságot, illetve a szöget. De miért, ha nem látja az egyik gép, mondjuk jobbról elkezd hozzá közelíteni, akkor ő nem is tudja, és nem tud egy kicsit kiebb menni, mert látja, hogy jobbról érkezik a gép, tehát tényleg nem figyelik. Milyen érdekes? Nem, itt a vezérgépen múlik a dolog, tehát abban kell valamilyen szinten bízni, vagy okkal, vagy ok nélkül, nem tudom. És a két kísérő nem tudja egymást megközelíteni, hiszen közte van a vezérgép, amennyiben ilyen égformában repülnek, tehát azért az arra kicsi az esély, hiszen itt néhány
10 centis mozgások vannak csak. Ilyenkor ti rádiókapcsolatban vagytok egymással? Vagy amikor elindul a produkció és kötelékben szépen közelítetek a Láncid felé, akkor már nincs kommunikálás? Nem, eleve a kötelékrepülés úgy zajlik, hiszen előtte egy bemutatót is repültünk, ott bukfenceztünk, különféle figurákat hajtottunk végre, és ott maga a figura kezdésekor is vezényszavak hangoznak el. Tehát nagyon nem csetelünk a rádión, de általában a vezérgépből utasítások, parancsszavak, nevezhetjük bárhol, bárminek hangzanak el, és akkor ez segíti a két kísérő pilótát, hiszen fel tud készülni a éppen következő feladatra. És akkor miért érhetett bele a kerekhez egy ilyen lefelé szálló régállamra, ami hirtelen így lenyomja a gépet, amire így fel kell készülni? Hogy lehúzta a fejét, hogy jön a Lánci. Ja, igen. Ja, ide közben. Ja, Isten. Oroszlánok. Az is lehet, hogy egy kiflicsücsköt rákcsárt leesett, hogy csak lehajolt. Lehajolt. Hova tettem? Nem találom a betyeg. Hogy elgurult? Anya! A kontaktlencsém a rohadt. Jó, de akkor nincs erre magyarázat, hogy nem tudjuk, Zoli. De a meteorológiai a dolog mindenképpen, hiszen ott egy picike szél volt, alkalmas volt az időjárás, abszolút egyébként szerencsénk volt az időjárással, azt kell mondjam, de előtte ilyen szólóba többször bementem a víz fölé, átrepültem a Lánchíd alatt, megnéztem, nem tapasztaltam semmi komolyabb ilyen turbulenciát, aztán a köteléket is többször rávezettem a vízfelületre, és akkor ezek után visszavonultunk a Margitit fölé várakozni, ott cseteltünk, valójában átbeszéltük a rádión, hogy mindenki alkalmasnak látja a dolgot. Így nekifutottunk, és mégiscsak megbújtott valami kis ilyen légzsák turbulencia szerű valami. Érdekes, hogy amikor te bemész előre, berepülöd és megnézed, hogy minden oké, aztán hárman is még anélkül, hogy átrepülnétek, ezt nem is tudtam. Ez milyen érdekes. Így volt, hogy először egyedül a Lánchíd alatt háromszor vagy négyszer átrepültem, nem számoltam, megnézegettem, majd aztán a kötelékkel is abban a magasságban a vízfelület fölött röpültünk két vagy három áthúzást. Mi van, ha kettő menni akar, egy nem akar menni? Tehát mondjuk van egy többség, aki ezt szerintem csináljuk. Meg nem, azt mondja, hogy szerintem én érzek valamit, nem megyek. Mondjuk a vezérgép és még valaki azt érzi, hogy repülhető a dolog, menjünk. Tehát arra akarok kiukadni, hogy három igen kell, vagy ha két igen, egy nem van, akkor berepültök. Igen, sajnos itt a kétharmad nem elég a változtatáshoz, tehát mindenképpen a háromharmad szükséges, hiszen dőreség volna azért valakit olyanba belecsalogatni, amit ő nem szeretne. Aha, tehát nincs ilyen, a három igen kell ahhoz, hogy úgy döntsetek. Sőt, nagyon erős igenek kellenek, tehát még a hát igen, sem elég. Fene se tudja, ha már itt vagyunk, csináljuk meg. Nem is tudom. Igen, ez így mondjuk az embert elbizonytalanítja. Na hát Zoli, nagyon sokan néztek benneteket, meg az egész légiparádét, azért ez nagyon... Nagyon-nagyon látványos volt. Jó kis gerilla marketing volt. Direkt letenni az orrát a persze. Jó kitaláltátok. Igen, hát gondolom itt azért egyfajta lélekjelenlét is kell, nem? Szóval megijedni, pánikolni, nyilván ezekben a pilótákban már azért profibak ennél ez nincs benne. De itt akár azért egy rossz mozdulat, ha megijed, akkor azért az végzetes lehet. Így van. Eleve maga, hogy így állítottuk össze a köteléket, ez sem volt véletlen, hiszen nagyon sok-sok éve repülünk már együtt, nagyon jól ismerem őket. Sajnos Magyarországon nem tudtunk még bemutatkozni, általában távol-keleten, közel-keleten repülünk ebben a formációban. És hát a nagyon-nagyon profi mind a két srác, úgyhogy ez is kellett ahhoz, hogy ebből a helyzetből ilyen idegvérrel kihúzza repülőgépet. Jó ideje, pont ezt akartam mondani, hogy jó idegrendszerre rendelkeztek, tehát hogy fel tudjátok dolgozni az ilyen váratlan szituációkat. Zolikán pontyokat látok, gond, ha nem foglalkozom. Hagyd a fenni, szedd föl az orrámat. Igen. Ha ezt tudjuk, legalább egy villantót. Igen, ugye? Valami. Mondjuk, sügér legyen a talpán, aki azt tudja követni. Akkor lehet, hogy a horgász engedély miatt kerültünk volna pártba. Igen. Zoli, nagyon szépen köszönjük, mi szerettük, amit csináltatok. Jó munkát nektek, köszönjük szépen. Örülök, hogy tetszett. Sziasztok. Köszönjük, ez voltál műrepülőnek. Köszönjük szépen, ciao. Az van egyébként, hogy ők is olyanok, mint a Forma 1-es pilóták, hogy amikor zajlik az életük, akkor vannak nullán. Akkor pörögnek. Ugye? Ez most így leestem alulról. Hogy ültes vissza, kicsit segíts engem, mi hát, van? Hát, egy ilyen lassú, megfontolt beszélő. Ja, értem. Ugye, az interjúra gondolsz, igen. Amikor, de én még szeretem ezt a nyugodtságot. Amikor viszont akció van, ő akkor van azon a akkor szinten. Akkor van alapszinten. Ahol mi egyébként igen. Ilyen. Percenként ilyen. Négyet ver a szíve ilyenkor állítva. Igen. De valamikor kihagy. Akkor csak három. Na, gólöröm játékunkhoz érkeztünk. Jöjjenek a jó megfejtések, drága hallgatók. Jöhettek velünk Barcelonában október
októberbe. Hát ez egy nagy dolog. Végignézhetünk egy Barca meccset, egy kis városnézés, egy kis mulatás, repülés oda-vissza, szállás, szálloda, reggeli, transfer meccs. Minden benne van. Ehhez viszont valakinek kiváló gólörömet kell produkálnia. Pénteken mindenki felrakunk a Facebookra, és a hallgatók eldöntik, hogy melyik őtök tetszett nekik a legjobban. Jó? Lehet majd lájkolni a különböző, hát hogy is mondjam, szakkommentátorainkat. Egyelőre nincs nagy kihívás a tegnapot hallva. Hát Mr. Hétfő nem volt. Mr. Hétfő nem volt sikeres, a riporter kerestetikünk. Igen. Tényleg volt egy riporter kerestetik, emlékeztek? Egy csomó mostani sportkommentátor ott tűnt föl. Riporter kerestetik, én néztem, de jó volt. 8:30 múlt, pontosan 4 perccel jövünk mindjárt a játékkal a hírek után. Tudod a szövegét, basszus, meg a dallamot is. Na vágj nyakom. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Mi fáj ennek a jánynak, te Ferenc? Mi fáj ennek a jánynak? Szia, szerintem szia. Szia, fáj ennek a jánynak, te valami nagyon a bügyébe van. Azt a világ fájdalmat kérem szépen, hát hogy lehet? Hogy lehet így? Miért kell ezt az emberiségre szabadítani? Mi baja van velünk? Mit ártottunk mi neki? Nem? A vidám reggeli köszöntő dal volt. Na gyerekek, gólöröm játékunkhoz érkeztünk. Hurrá! Kíváncsi vagyok. Lehet, hogy a potenciális utitársunkkal beszélgetünk most. Bizony. Lehet, hogy vele megyünk októberben Barcelonába. Nem mindegy, hogy kivel bandázunk egy hétvégén. Nem, nem, akárkivel, csak úgy nem bandázgat az ember. Barcelonán, érted? Sétálunk majd ott a Champs-Élysées-en, mi lesz így velem? Figyeljünk meg az SMS-ek, figyeljetek. Imádom majd, hogy ott megyünk majd 4-5-6-an az Unterden Lindenen. Lesétálunk egészen a Temzéig ott Barcelonába, mi lesz velünk? Na, drága hallgatók, hívjunk akkor valakit, jó? Azt mondja, hogy hát nagyon sokan fogadkoznak, hogy ők mit csinálnának, és milyenek lennének. Hát, fogadkozás tegnap is volt, aztán nem lett belőle igazából semmi. Hát ott volt egy kis fagyáspont. Volt egy kis fagyás, igen, igen. Ledújjéged a tét, sokkolja őket. A tét? Uh-huh. Hát a kicsi a tét, tudod? A kedves sötét. Bali kedves sötét, úgyhogy megnézzük, jó? 20 másodpercen keresztül választanotok kell majd egy Barca játékost, 20 másodperci kapura törni, és a végén be kell rúgni a gólt, és ezt le kell közvetíteni. Jó? És úgy, hogy ott érezzük, hogy te, mint kommentátor, ezt eddig ugyan nem mondtad, de tulajdonképpen annak a csapatnak drukkolsz. Uh-huh. Ugye, mert azt azért a gólörömből mindig lehet hallani. Ennyi. Szerintem. Így van. Egyértelműen, és ha becsukjuk a szemünket, akkor ott szeretnénk lenni a nukámban. Tényleg. Tehát, hogy azt akarjuk érezni, hogy ott van rajtunk kívül még 90 ezer ember, és mondjuk királykupa döntő. Figyelj, az atmoszféra megvan hozzá. De jó. Beleborzottam. Hol lesz, Feri? Itt vagyok, Feri! Na. Halló. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, szia! Jó reggelt, jó helyen vagyunk? Jó reggelt. Igen. Hello, ciao. Hát nem csak pasikra számítottunk, hello. Hát nem. Édesapám beleöntötte szívét, lelkét, hogy a lánya az legyen. Komolyan? Focista legyél. Mi, focista vagy? Nem. Vagy foci drukker csak? Nem. De már alig voltam 5-6 éves, amikor már vitt ki a foci meccsekre. Aha, mondd azt egy kereszt nevet nekünk? Ági. Ági, és milyen rajongó vagy? Vagy kinek drukkolsz? Hát én inkább Reál, de Jézusom. De hát akkor inkább Barca. Ja, hát most azért ne változtassunk. Nem kell, nem kell változtatni. Tehát ez nem mondtuk. Nem mondtuk azt, hogy Reál drukkerek kizárva, csak nagyon fura lesz, majd egy sállal a nyakadba, hogy magadra hagyjuk. Tehát akkor inkább Reál drukker vagy? Igen. De várjál, lehet, hogy nem is ő jön. Ja, magadnak akarod megnyerni tényleg? Hát magamnak, meg a fiamnak. Aki? Aki Bayernra rajongó. Aki Schalke rajongó, tudod? Hát nem, ő szereti a Barcát. Szereti a Barcát. Aha. Ja, úgyhogy ezért van egy kis ellentét köztünk, de ez nem számít. Jó, nem beszélünk 10 éve. És van Reál mezed is? Tehát felveszed tényleg, amikor Reál játszik? Nem, nincsen. Nem, CBA-s van. Mivel még nem voltam Reál meccsen, de igen. Mivel foglalkozol, Ági, egyébként? Hát ügyintéző voltam. Ügyintéző voltál? Kiraktak? Azért voltál, vagy te jöttél el? Nem, már nem dolgozom. Már nem dolgozol, te nyugdíjas vagy? Igen. És honnan hívtál minket?
Hol laksz? A település neve. Szeged. Szeged. Elgondolkoztál, vagy hirtelen annyira izgulsz, hogy elfelejtettem? Nem, megszakadt a vonal. Ja, megszakadt a vonal, azt hiszem, annyira izgulsz, hogy hirtelen az ember azt is elfelejt, hogy hol laksz. Hogy jobban halljalak benneteket. Állj ki az erkére. Hallják a szomszédok, hogy nálunk játszol. Na jó van, figyelj ide, Ági. 20 igen. Másodperc. Jó, válasz egy Barca játékos. Hát fontos, hogy Barca játékos legyen azért. Tehát, hogy ne reálossal törjünk kapura. Fejből megy egy barcás? Hát, lehet a régi barcás, az is tovább. Ha, igen, ő ugye a kérdésünkre a válasz volt. Ő a kérdésünkre a válasz volt. Tényleg azt még el sem mondtad, hogy ki a jó megfejtés. Pontosan Risto Stoichkov. Így van, rá gondolt Jani, ugye, mert a kérdés úgy szólt, hogy ki az a bolgár labdarúgó, aki az FC Barcelona játékos, aki nyerte el az aranylabdát, ez pedig Risto Stoichkov volt. Így van. Na figyelj ide, indítjuk akkor az atmoszférát, jó? Válasz egy játékost, őt akarod, vagy valaki mást, mindegy. Hát legyen akkor ő. Legyen ő. Jó. Kapura törsz, jó. Nagyon-nagyon lelkes vagy, kommentálsz, és a végén berúgod a gólt. És leközvetíted, hogy gól. Okay. Kis passzolgatás azért legyen benne. Mondjuk egy szereplős lesz a játék. Igen, még sugunk, mondd ne Messit, vagy mondd Neymart, jó? Passzol a ballábának. Jó. Na figyelj, Ági. Elindult a meccs, jó? Kifutottak a játékosok. Oké. Tőlem Maradonát is belekevert. Bárki. Jó? A kapus, akinek a nevét nem tudod. Jó. Indulhat a közvetítés, és a végén legyen gól. Jó. Hajrá! Hajrá, Messi! Messi passzolja a labdát bal oldalra, onnan átadja Risztónak, Risztó visszapasszol Neymarnak, aztán ismét Messi, és végül Risztó elé kezdve lehagadta bal oldalról, és egy éles, helyes labdát lő. Gól! Gól! Nem tudok megszólalni. Oké, okay. Könnye. Jézus. Meghagyunk. Atya Isten. A megy árját. Aj, nagyon szerettem, Ági. Egyéni közvetítés volt mindenféleképpen. Kicsit talán szokatlan is, de szerettük. Mivel is soha nem közvetítettem. Persze, nincs valódi rutinja az embernek. Hát én tulajdonképpen nem közvetítettem idáig, hanem vizet, akkor csak néző voltam, aki lelkesen szurkolt mindig. Persze, hát az ember nem közvetít. Ez a játék ezért jó, és mi ezért nagyon szeretjük már a kezdetektől ezt a játékot. Tudtuk, ezért találtuk ki, hogy ez jó lesz. Ez jó lesz bizony. És még van három napunk. Fizalmakat nem tettem bele, amit szoktam. Helyes, az jó, az jó, jó, jó. Igen. Hogyha jól hallottuk, volt ott egy harmadik játékos is. Ki volt? Mondtál Messin, meg Stoichkovon kívül még valakit. Neymar. Oké, Ági. Jól van. Pénteken kiderül, hogy jössz velünk Barcelonába. Jó? Jaj, de jó lenne. Hurrá! Fuszilum. Köszi, sziasztok. Köszönjük, ciao, ciao. Hello. Szia, szép napot. Ő volt az, akit kerestük. Egyelőre. Van valami hosszú zenénk? 10. Pink Floyd fal, az egész 10-ig jöhet. Azt hittem, hogy tegnapi alá nem lehetne. Jó, egyelőre nem azt halljuk, amit mi vizuálisan elképzeltünk, de ez nem baj, mert hallgatói mindig meglepnek bennünket. Tehát ez nem baj. Ági megint máshogy közvetített, mint a tegnapi játékosunk. Nagyon más stílusban máshogy. Még van a szerda és a csütörtök és a péntek, mi továbbra is bizakodóak vagyunk. Egyre könnyebb és könnyebb dolga van a szerda, csütörtök, pénteki játékosnak. De Ági helyes volt. Egyébként mindenek próbált. A gólöröm nem volt rossz. Önmagában csak igen, a gólöröm. Az lelkes volt. Az eleje az egy picit. Hajrá! Na. Igen. Ha. Jó van. Egy éles feje. Szponzor most brutó. Csak összeáll. Csak összeáll. Még egy hetet adja. Másfél millióban van a csomagotok, hogy jöttek a bassza meccset tudatos. Pedig amikor leírtátok, olyan jó volt. Igen, leírva, ez olyan jól hangzott. Nem baj, gyerek, nem baj. Egy csomó itinert elmondtunk már. Az azért nem baj, hogyha annak a csapatnak drukkoltok, igen, akinek a meccsére el szeretnénk kicsit menni. Igen, tehát hogy legalább egy játékos tudjon az ember, ha betelefonál. Tehát összeáll. Én nem félek, összeáll. Igen, szóval valaki Real Madrid drukker nem baj, de hogy muszáj legalább egy játékos megnevezni, aki kapura tör, vagy hogy passzolni két játékos között. Ennyire kell is
ismerni a barcát. Meg ha esetleg mégis reálosok vagytok, akkor csak egy jó tanács tényleg, hogy legyetek annyira zsiványok, hogy ezt nem mondjátok be. Kifejezetten utálom a Barcelonát, még ez kellett volna. Viszont, hogy a hallgató, a tegnapi játékos a levegőbe csapott. Tömegiszonyom van, és félek a repüléstől. De egyébként jelentkezem a játékra. Megmutatjuk, jön föl. Egyébként a hétfőjátékosunk sokat javult, igen. Megmutatjuk, hogy mi a beugró hármas ugrás. Jó, figyeljetek. Ez a beugró hármas ugráshoz. Na, menjünk el egy picit érezni. Show, nagy tavaszi országjárás 2016. Már 7 éve minden májusban elindulunk. Miért lenne ez idén másképp? A hazai rádiózás legnagyobb sztárjai idén tavasszal is a nyakukba veszik az országot, hogy a magyar rádióhallgatók testközelből élhessék át a hamisítatlan Morning Show élményt. Tarts velünk mind az öt állomáson, burkold be a nyereményeket, és mi tejben vajban füröztünk. Szombathelyen kezdünk, aztán Székesfehérvár, aztán pedig Szeged. Sütőtök a Békéssama, és pénteken pedig Kazincbarcika. Lesz üvegstúdió, hatalmas nyeremények és felejthetetlen hangulat. Klassz FM Morning Show nagy tavaszi országjárás 2016. Már 7 éve a legklasszabb buli. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 9 óra múlt 10 perce. Hát én még mindig nem tértem magamhoz, komolyan mondom. Tehát a risztopasszol... Hova? Messzi? A risztopasszol messzónak. Messzó. Figyelj, sírok. Sírok, komolyan, könnyen fej. Csak hallgassátok meg, hogy mit írt. Azt a hajrá, Barca, engem hívjatok, megmutatom, hogy kell örülni. Már gyermekkoromban is örjöngtem a foci meccseken, lepipálva mindenkit. Ennyi. Hát ezek alapján azt gondolod, hogy tényleg beszakad az étel, és mindenki leteszi a haját. Inkább főzött volna a nénye egy jó almás, mit írja valaki. Sírok, gyerekek. Már 5 perce letette a nénye, de még itt állok a piros lámpánál, és mindig röhög. Én nem szeretem a focit, nem ismerem a játékosokat, de állítva megtanulok pár nevet, meghallgatok pár közvetítést, és szerintem esélyes leszek. Kornél küldte nekünk. Ez olyan volt, mint az EZO TV-n közvetítettek volna meccset. Kristály küldte. Még a nefemet is elfelejtettem, annyira röhögtem. Benjamin küldte nekünk. Tolok nektek egyet, ha hívjatok ingyen. Nem az volt a feladat, hogy olvassanak a Nemzeti Sportban. De miért keverte bele Risztovévet? Sírválok a pirosnál, Szaca küldte nekünk. Én rá fogok szavazni, boldogítson benneteket. Imádnám egyébként, ha vele mennénk. Atyai, Risztopasszol, balra, onnan messzól. Igen. Én imádtam, figyelj, imádtam. Mi nem így terveztük ezt a játékot, ekkora, de sírok cumit rajta. Ez, figyelj, ez Messzó! Risztopasztom messzónak. Én már akkor rosszat sejtettem, hát nem lehetett egyébként. Csak az elejét, léci még egyszer. Azt mondta, hogy reálos. Csak az elejét, léci még egyszer. Hajrá, Messi! Messi passzolja a labdát bal oldalra, onnan átadja a Risztónak, visszapasztal Neymarnak, aztán ismét Messzó, és végül Risztó elé kezdően lehagadta bal oldalról, és egy éles, helyes labdát lő. Gól! Gól! Sírok. A végén jó, gyerekek. Megjött a könnyem. Éles fejes. Jézus, Atya Úr is. Éles fejes. Ő a hallgatója. Ő minden. Abszolút. Nem. Ági minden. Én sírok rajta. Nagyon imádom. Aranyos volt. Nagyon helyes tényleg, ha lesz majd reálos játékunk, akkor majd mindenképpen majd őt még egyszer hívjuk. Vigyük a számát. Léci, vigyük el. Vigyük el, Léci. Én nem érek rá azon. Komolyan, vigyük el. Őt vigyük el pluszba. Valahogy intézzük el. Tehát nyerje meg valaki szerda, csütörtök, péntekről, mert szerintem egyébként a tegnapi játékos nem gondolta volna, de ma már újra levegőbe csapott élet. Tehát azt gondolta, hogy ő kiesett, igen, ma még így ül, most, hogy yes, még jó vagyok. Most visszarakott mindent a bőrönbe. De a nénit vigyük el, Ágit vigyük el külön, komolyan mondom, állok egy jegyet, valahogy, ő jöjjön velünk, egy forró almás pitével a kezébe, egy reálos sállal, sétáljon be a nókamba, tényleg, hát szerintem imádnák, a vállukon mindig. Jaj, drága hallgatók, nem baj, hát nagyobb esélyetek van holnap után is pénteken nyerni. Tehát a játék folytatódik, ennek ellenére, mert továbbra is azt gondoljuk, hogy ez egy jó játék. És egyébként jó, tehát viccesnek vicces, de még jó is lehet belőle. Szerdára elkapjuk a fonalat. Jó? Szerdára, holnap összeállunk. Na. Meg lesz ez. Jó. Messzopasztolja Risztó meg. Hát, imádtam. Óriási volt. Na, nem.
Gyorsan egy-két közlekedési hír, hogy mi a helyzet az utakon. M3-as 214-es kilométernél az Elefántos kúton teljes tau, rendőrök, vámosok, mindenki kint van, vigyázzon. A gyári út az M5-ös felé baleset történt, pár perc a belső sávban, rendőr még nincs, kerülgetés miatt alakul a dugó, szép napot. Az Ecseri úton a Zebránál történt az M5-ösön a baleset, kifelé ezért van dugó. 8-as út felújítás után Jánosházától Tüskevári 10 km-es szakaszon dugó. Ja Istenem, Máté Szalkán a járvi úton kifelé, fehér Audiból mérnek. Ezt Gaga küldte nekünk, köszönjük szépen. Holnap mikor játszunk, elmondjuk előre? Mert szóval. Holnap 9 után nyomjuk a játékot, jó? Csak mondjuk azoknak, akik jönnének, készüljetek, 9 után lesz a játék, jó? Szerintem tényleg ott tartunk, egyébként bárkit hívhatunk. Tehát, hogy már nem kell foglalkozni az SMS-ek. Ne válogassunk, én is azt gondolom. Én is azt gondolom, hogy egyre azt hívjuk. Igen, nagyon tudom, engem hívjatok, nagyon jó vagyok, ez eddig kettőből kettő, ami nem. Tehát, hogy lehet, hogy csak küld egy jó megfejtés, semmit ne írjatok oda, és majd valakit választunk. Na jó van, kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy Julival folytatjuk már is. Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello! Szóval jó reggelt! Ez nem derült ki, nem lehet, hogy az unokájának, hogy valakinek akar menni? De, a fiának, de ő is akart menni. Azt mondta, hogy ő is nagyon szereti a Barszát, bár reálos. Hát figyelj! Hát ő mindenki. De ő annyira volt reálos, amikor mondtuk, hogy hát szerintünk kicsit cikire azt mondani, hogy reálos, hogy akkor azt mondta, hogy ja, jó, akkor Barcás. Igen, ő minden volt. Az volt, aminek akartuk, hogy legyen. Nézd csak, az ökörkonzekvens, úgyhogy ő tulajdonképpen bármelyiket szeretné. Nagyon, hát. Melyik oldalra ültetik. Zseniális volt. Zseniális volt. Nem így képzeltük, de sírva rögtünk. Nagyon jó volt. Mi a helyzet? Minden oké? Jó idő van? Kimelegszik az idő? Mi van? Most jöttél? Őszintén szóval én autóval jöttem, de azért nem volt annyira. Nem volt annyira még meleg? Nem volt annyira meleg még, úgyhogy... Esik? Nem esik. Viszont én nem tudom, srácok, hogy más milyen gyakran találkozik ilyen szituációkkal, én ezek szerint vonzom ezeket a helyzeteket, bár előfordulhat, hogy sok nővel megesett már ilyen. Srácok, én megkaptam életem első ajánlatát. Mi történt, hogy hol voltál? Az Olof Palme sétányon sétáltam, illetve pontosabban haladtam a férjem munkahelye felé, még csak azt se lehet mondani, hogy álltam egy fa alatt, és szipkával, szoknyában lézelődtem, tehát hogy valami ráutaló magatartás. Amikor egyszer csak mellettem megjelent egy fülig vigyor pasi, egy ilyen 55 év körüli elég szikár csóka, és kérdezi, hogy... De bejött? Nagyon kedves volt, megszólított, hogy hát melyik irányban menjen az 56-os emlékű felé, vagy a Vajdahunyadvár felé, hogy melyik a szebb. Hát mondtam, a Vajdahunyadvárban több a látnivaló, meg ott le lehet ülni egy kicsit a tó partjára, hogy milyen gyönyörű hely ez a Budapest, mindezt fülig élő vigyorra, és hogy én honnan jöttem. Hát mondtam, hogy magyar vagyok. Hogy itt dolgozom? Budapesten? Mondom, igen, itt dolgozom. Hogy te honnan jöttél? Mondtam, hogy ő Amszterdamból jött, és neki van egy kis... Hát ott van egy kis előélet, igen. Ugye? És hogy neki van egy kis apartmanja, és hogy ő engem nagyon szívesen meghívna, megkínálna viszkivel is. És nekem nem esett le, én azt hittem, hogy ő Amszterdamba invitál engem, ha egyszer majd Amszterdamba járok, akkor menjek el, biztos van valami panziója, ahova szívesen lát, mert ő kedveli a magyar lányokat. Mondtam, hogy ó, tök jó, hát akkor adjon egy névjegykártyát, valami websájtot, vagy valamit. Mondta, hogy nem, hát akkor én őt félreértem, de hogy én magyar vagyok? Mondom, igen, magyar vagyok, és itt dolgozom Budapesten, itt dolgozom. És így mutatta az utcát. Az úton, hogy az úton dolgozom. Hát, hogy én itt dolgozom, és mondom, hát, de én azt hittem, hogy Budapestről beszél, mondom, igen, itt dolgozom Budapesten. Hát, hogy neki van egy apartmanja. És nagyon szívesen... Édesem, és te még mindig nem értetted. Azt te még mindig láttad magad Amszterdamban, hogy sétálsz majd a Miróval. Én ott még mindig álltam. A kölcsön apartmanban. Nagyon hülyén. És amikor látta, hogy nem esik le a tantusz, mondta, hogy ő nagyon szívesen fizetne azért, hogy én elmenjek vele meginni egy kis viszkit az apartmanjába. És itt esett le. És akkor ezen a ponton esett le, hogy bú, banyag, de nagyon elbeszéltünk egymás vele. És mit válaszoltál erre? Igen, megyek. De ezt ugyanazzal a kifejezéssel, amivel az előbb megkérdezte, hogy az 56-os emlékmű irányába menjen, vagy a Vajdahunyadvár felé, hogy akkor ő engem szívesen megfizetne azért, hogy töltsek vele pár órát. És rossz volt, vagy kellemetlen volt? Mert azért nem egy könnyű helyzet. Igazából nagyon zavarba jöttem. És aztán mondtam neki, hogy hát nem, félreértettük egymást, menjen a Vajdahunyadvárjába, és nézzem meg a mezőgazdasági múzeumot, mert ott van a kincsemnek a csontváza, és hogy ott egy csomó szép látnivaló van, majd sarkon fordultam, és elmentem, de
Hát nem tudom. Én most találkoztam először ilyen szituációval. Tudomásul vette? Nem volt csalódott? Nem. Azt mondta, köszönöm szépen, örülök, hogy megismerhettük egymást, sarkon fordult és elment. Szerintem valószínűleg az összes nőnek, aki ott sétálgatott, bepróbálta. Legyezgeti az emberi hűséget, hogy hülyén érzi magát. Hülyén érzi magát, ugye? Persze, nyilván. Biztos, hogy apartman mondott, és nem Annapurnát, mert hogy lehet, hogy Kleinavit keresünk máshoz. Igen, megmásznál veled az Annapurnát. Nem ez volt. Tuti apartman volt, és tuti viszki. Ezt nagyon sokszor hangsúlyozta, hogy nagyon szívesen megkínálna engem viszkivel. Nem értettem, hogy mit lovagol ezen ennyire. De nem jött össze a biznisz. Azt mondjuk megkérdezhettem volna, hogy mégis mennyire gondol. Aha, igen, csak kíváncsiságból. Kíváncsiságból egyébként, igen. Egy kicsit lefagytam. Hogy mit mondott volna. Tehát Amszterdamban se állnak már a lányok nagyon az utcán. Tehát ott is van ez a piros lámpás negyed, ugye, és akkor ott ilyen kirakat mögött áldogálnak leginkább. Tehát ez, hogy valaki ott sétáljon leföl, ez Amszterdamban sincs nagyon. Tudod, külföldön az emberek bevállalósabbak, lehet, hogy tulajdonképpen vesztenivalója nem volt. A kérdés az, hogy valószínűleg hány nő mond neki igen. Tehát érdemes lenne a statisztikát megkérdezni, nem? A Városligetben? Nem Magyarországon, valahol. Tehát, hogy 10-ből 10 nőhez oda megy, hogy gyere föl velem, van nálam pénz, és körülbelül mi a találati aránya, hogy 100-ből 1, 1000-ből 1, hogy azt mondja, gyerekek, nem fogjátok elhinni, 10-ből 3 egyébként valahogy fölkeveredik az apartmanba. Érted? Tehát kíváncsiságból, nem azért, mert hogy minden nő ilyen, senki ne értse félre, csak hogy mondjuk 10 éve így csajozik, és abból mennyi a találati arány. 1000-ből 1 nőt sikerül fölhoznia, vagy egy teljesen álmenős az, hogy figyelj, itt dolgozol, gyere föl hozzám, van nálam 500 euró. Ja, hogy te azt gondolod, hogy ő nem fizetős öröm lányt keresett, és látott a Juliban, hanem ez a trükk? Nem feltétlen, csak így, hogy oda megy. Aha, tehát, hogy ha mondjuk hittem. Ez nem félreértés, és ő nem annak gondolt, hanem mondjuk ez a technikája, vagy így csajózik, hogy én teljesen nyíltan mondom, hogy szia, itt dolgozik, gyere föl. Mert gondoljátok, hogy van olyan, aki felmegy egy viszkire. Hát, valamiért furcsa módon ez a viszki volt a hívószó. Tehát nem biztos, hogy mondjuk lehet, hogy mit felmentő volna, hogy azt mondja, hogy egy pohár császár körtél. Azért a pornó pápája Pierre Woodman azért tudjuk, hogy így ment oda a lányokhoz a Váci utcán. Most, hogy ott volt egy vágás közben, vagy nem, de azért 10-ből 5 lány aztán már csak ott lapozgatta az újságot az apartmanban. Ú, de szörnyű dolgok vannak ebben az újságban, na jó, levetkőzöm. Hát ha ez egy ilyen szörnyű világ, akkor én is levetkőzöm. És ő tényleg vadidegen lányokhoz ment oda sok éven keresztül. De nekik fizetett, nem? Hát aztán fizetett, de azért vadidegen ember oda megy, egy gyere föl, meg forgatok, amit a lakásra fölmész, és 10 perc múlva már azon veszed észre magad, hogy Pierre Woodman megjelenik egy köntösben mesztelenül. És azt mondja, hogy very nice, very nice. Hát, szóval azért ember legyen a talpán. Mondhatnék mást is, igen. Csak az NMH megint a levegőbe csapna. Szóval, hogy azért így ebben a formában vannak, akik ennek kötélnek állnak. Fiatal, keres 300 eurót, és megteszi. Aztán nyilván lehet, hogy később megbánja. Hogy voltál felöltözkedve? Teljesen normálisan, egy szürke harisnyanadrág volt rajtam. Egy szom középig érő lovagló csizma. Kékfejcsíkos MTK VMS melegítőbe voltam. 78. Semmi kihívó, semmi feltűnő, semmi nem volt rajtam, ami indokolta volna, hogy engem megszólítson. Hát vannak ilyen casting ügynökségek, nem tudom, hogy erre a fajta rovatra kattintotok-e, ha felnőtt tartalmat néztek, vagy csak mi nem nézünk felnőtt tartalmat. Nem, azt tudom, hogy a Granit sokszor nézitek, de hogy más rovatokra is kattintotok. Másra is kattintotok rá. Ugye vannak ezek a nyilvános ügynökségek, akik azt adják el, hogy ők ilyen casting ügynökségek. Uh-huh. És mire arra castingol? Casting ügynökség, és az a rovat, hogy casting. Casting, hogy fölhívnak amatőröket, amatőrökkel forgatnak. Igen. Tehát ő lehet, hogy odalépnek az egyetemista lányokhoz. Igen, ilyen van, azért létező dolog. És akkor őket invitálják meg, és utána aztán már ők ott, de nagyon profi nyomják ezek mindig. Igen. Van olyan, akik bénán nyomják, és azokat kihagyják? Nem nyomják bénán, nem. Elmaradáson kívül nem, ebben nem tudok jobban belemenni. Aki érti, az úgyis érti, aki nem, az meg. Az meg mindegy. Ez csak egy alternatív, hogy fizessék vissza a diák hitelt. Valamiből ki kell nyögni, ugye? Igen, mondom, a találati arány érdekes. Szerintem van, aki egyébként erre fura módon igen mond. Azt mondja, 300 euró annyi pénz, hogy neki ezt megéri. Casting agent, rámentél? Hát ez szörnyű, ami ez. Hová tart a világ? Mi, Feri? Ugye? Hová tart a világ? A kutyafáját. Nóra is hittem, Réka is castingol. Abba gondoljunk már bele, hogy egyébként Júli milyen kellemetlen perceket okozottam ez a Mezőgazdasági Múzeum pénztáros. Aki ott ül. Piszke apartman. Maga így dolgozik, így dolgozál, persze így dolgozik. Na mit szóltál nekünk, Juli? Na hát jöhet a nyerítés, mert egy egészen másik téma. Komoly téma? Akkor nyerítsük, válasszuk ketté, ne, hogy aztán összemossák. Így van, pontosan. Mint ahogy egyébként ezt elmondtam a DTK-ban is, elviszlek magammal a YouTube-on, 222 000, bocsánat. Igen? Jani kezébe megállt a pohár. Nem már. És ezt még hetekig fogjuk hallgatni. Jó, bocsánat, lehet, vannak hibáim, az egyik, hogy 220 000-en nézték meg ezt a videót. Igen? Szóval van nekem egy nagyon kedves barátnőm,
aki nemrég látogatóban járt nálunk, és egyébként miközben beszélgetünk erről a témáról, amit most hoztam, meg is kérdeztem őt, hogy hát ez behozhatom-e, és hogy beszélhetek erről a rádióban, nem ért. Ajaj, ez egy nehezebb téma, igen, az, akkor igen, erre igen, rákészülök. Nem igen? A kellemetlenség azt mondta, hogy semmi problémája nincsen vele, csak nem mondjak beazonosítható adatokat. Tehát a lényeg az, hogy van egy kedves barátom, akiről azt kell tudni, hogy annyi idős, mint én. Náluk is van két gyerek, egy teljesen kiegyensúlyozott házasságban él a férjével. Ültünk a teraszon, borozgattunk, beszélgettünk, amikor így valahogy szóba került a harmadik gyerek gondolata, nyilván nem egymástól együtt, és úgy láttam, hogy valami kis felhő így átszalad az arcán, hogy valami elkomorodik. Én úgy csendben ültem, gondoltam, hogy ha valami olyasmi, valamit el akar mondani, azt majd úgyis megosztja velem. És akkor belekezdett, hogy két évvel ezelőtt, bár ők mechanikai spirállal védekeztek, de hogy neki becsúszott egy baba. Aha. A nagyobbik fiú akkor ment iskolába, a kisebbik fiú akkor ment óvodába. Éppenséggel elfért volna egy harmadik gyerek, éppenséggel meg tudták volna oldani azt, hogy hogyan pótolják a kieső fizetést, de ő végül hosszas tépelődés után úgy döntött, hogy nem tartja meg ezt a gyereket. Mégpedig azért, mert nem volt hozzá hangulata, kedve. Ez egy rossz szó erre, de azt érezte, hogy visszakapta a kvázi függetlenségét, és egész egyszerűen nem volt kedve előre kezdeni ezt az egészet. És vannak nyilván szituációk az életben, amikor egy gyerek nem megfelelő időpontban érkezik, becsúszik. Mondjuk egy válás közepén, egy alkoholista férfitől, egy nagy váltás előtt, mondjuk egy nagy költözés előtt, külföldre költözés előtt, amikor vannak okok, amikre azt mondod, hogy jó, nyilván ezért is keresztre fognak veszíteni, de hogy az valamelyest indokoltá teszi azt, hogy te azt mondod, hogy ezt a gyereket nem vállalom. De mi van akkor, amikor nincsen ok? Amikor tényleg ott van a baba, vállalhatnád, de te úgy döntesz, hogy neked ez a szituáció nem kell, nem hiányzik. Beleállsz, és azt mondod, hogy én most fontosabb vagyok, mint hogy egy gyereket vállaljak. Két gyerek után szerintem nem lehet azt mondani. Mi a kérdés? Maga az abortusz, hogy elítéljük-e? Vagy hogy két gyerek után mit gondol erről az ember? Vagy hogy ebben a helyzetben mi a jó döntés? Vagy hogy neki hogy kell dönteni, hogy segítsünk ebben, hogy mi a jó? Számomra minden nőnek egyébként azt hiszem, hogy van ilyen szituáció az életében, amikor egy pár napot mondjuk akár késik a menszesz, és akkor nekem ezek a legsötétebb napok, amikor azon kezdek el gondolkodni, hogy mi van, ha, és hogy akkor hogyan lesz majd, és hogyha most tényleg kiderül, hogy én most terhes vagyok, akkor hogyan folytatjuk tovább a dolgokat. Van, aki a levegőbe csap, de ha védekezel, akkor azért ennek nagyon kevés az esélye, nem? Hát, de hallottunk már olyat, persze, igen. De mondjuk egy fogalmazás gátló mellett azért kell nagyon kevés az házék, hát a spiráladnál becsúszhat, így van, persze. Megtörténik az ilyesmi. Nekem nem lenne őszinte a mosolyom, és valószínű, hogy én megbarátkoznék a gondolattal, és megtartanám a gyereket, mert én nem tudnék együtt élni azzal a fajta teherrel, amivel ő egyébként együtt él, amiről el is mondta, hogy a mai napig minden tehát, nap, amikor benne gyereket törés, ugye? Olyan törés, igen, amit nem is tudsz feldolgozni. Igen, de aha, közben nem csinálnám másként. Tehát, hogy a kérdés az ezzel az egész történettel kapcsolatosan, hogy elég kifogás-e egy magzatelhajtásra az, hogy nincsen hozzá hangulatom. Hát ez így. Hát ezek azért nagyon nehéz kérdések. Júli, ez nagyon nehéz kérdés. Igen, szóval ez hogy mind ment keresztül ő az előző gyerek, vagy az első gyereknél, tehát a fene tudja, hogy nála mit jelent ez a nincs hozzá hangulatom. Hát ez így egy nagyon-nagyon fapados magyarázat. Így ebben a formában, de hát nem látunk bele az ő fejében, meg nem tudjuk, hogy tényleg, hogy milyen tortúrán mentek keresztül, hogy mennyire volt nehéz nekik. Nem volt ez egy tortúra. Ő egyszerűen túlhajszolt volt. Egy túlhajszolt édesanyja, aki végigcsinált két gyereket. Az a baj, hogy ezzel, hogy nincs hozzá hangulatom, ezzel rá is nyomtad a pecsétet, olyat fogsz kapni te is, meg az ismerősöd is, hogy nem lehet majd felolvasni, ebben biztos vagyok, mert ez, és értem, hogy ő így mondta el, hogy nyilván nincs hozzá ez egy borozás mellett, hogy nincs hozzá hangulatom, ez belefér, aki ezt félreérti, az ért csak félre, ez nem arról szól, hogy ez egy hangulati kérdés, ez egy hosszas beszélgetés volt, ő mondott egy ilyen mondatot, hogy nincs hozzá hangulatom, ahhoz, hogy terhes legyél utána, évekig ott legyen, hogy kicsi legyen, tehát ezt érteni kell, hogy egy nő, ha azt mondja, az orjában mit jelent. Nem? Csak most mondom, Juli védem, hogy aki ezt félreérti, most ez nem hangulati kérdés. És ez egy beszélgetés, ahol két barátnak azt mondja, hogy úristen, Jézusom, meg vagyok kérdve, na ezt most én nem akarom bevállalni. Nincs hozzá hangulatom, a hangulat itt nyilván többet jelent. Én szerintem nincs általános szabály, vagy ítélkezési forma, hogy erre mit lehet mondani, hogy mi a fontosabb az élet, ami benne van, vagy a nőnek a döntése,
vagy hogy a saját rovására döntsön. Tehát nagyon-nagyon teoretikus ez, így meg kell vizsgálni az esetet, hogy ők milyen helyzetben vannak, hogy be tudja-e vállalni, milyen a házasságuk, milyen anyagi helyzetben élnek, meg mennyire viselni meg a kapcsolatukat egy gyerek, milyen a kapcsolat a férje. Tehát nagyon helyzet... sok összetevője vagy, te hogy döntesz. Ez egy ideális szituáció. Tehát, hogy itt tulajdonképpen semmi nem indokolja azt, hogy egy gyermektről, vagy egy magzatot elhajtsál. Tehát, hogy egy abortusz. Hát a saját élete indokolta azt, hogy azt mondta, hogy nem akarja most ezt újra végigcsinálni. Van már két gyerek, akik épek egészségesek. Igen, csak az egyik oldalon mi van. Tehát, hogyha jó, akkor most így legyünk egy picit. Meg a másik oldalon. Egyszerűsítsük el ezt a dolgot, akkor én az egyik oldalon azt látom, hogy van egy kényelmi szempont, a másik oldalon van egy élet. És akkor én egyértelműen az életre szavazok, és nagy ívbe toljok a kényelmi szempontokra, és veszek egy nagy levegőt, és azt mondom, hogy bevállalom. Én voltam a hülye, vagy nem én voltam a hülye, ki tudja, hogy miért csúszok be, de akkor is nem fogok elvenni egy életet, valakit, ráadásul a párom meg az én gyermekemről van szó, tehát a vérünkről van szó, azért, mert én fáradt voltam, azért, mert nyűgös voltam, azért, mert nehéz volt. Mondom ezt férfiként úgy, hogy a töredékét nem éltem át annak, amit hogy a feleségem átért. Természetesen ez így van. Fogalmam sincs, hogy milyen volt, ő tudja, hogy milyen volt, mert én csak kívülállóként éltem át vele együtt ezeket a dolgokat, de az igazi munka, az igazi meló, az igazi fáradtság, az igazi teher, az ráhárult. Igen, én is azt gondolom. De nem vennék el egy életet. Hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és nem is szeretem, amikor abortuszról beszélnek úgy férfiak, hogy egyébként valójában nem tudják, hogy miről beszélnek, mert fogalmunk nincs. Nem szeretem, amikor politikusok ebből politikai tőkét kovácsolva megpróbálják a nőknek megszabni, hogy mikor lehet elvetetni, el lehet, nem lehet Lengyelország, stb. Egészen eszemen dolgok vannak. Én remélem, hogy Magyarországon ez egyébként senkinek nem jut majd hirtelen eszébe, hogy vegyük el ezt a fajta önrendelkezéshez való jogot, hogy a nő az eldönthesse. Ezt egy valaki tudja leginkább eldönteni, az a nő, aki ebben az állapotban van. Én még azt a kétszeri Magyarországon egyébként ugye nem kell indokolni, csak el kell menned két-kettő kötelező tanácsadásra, és egyébként szörnyűnek tartom. Szóval, hogy kimutatták már statisztikailag, hogy nincs eredménye, hogy a nők megalázónak érzik, hogy lelkiismeret furdalást keltenek bennük, hogy amikor jön a védőnő, hogy de hát dobog a szíve, igen, tudja, nem akarja tudni, lelkiismeret furdalása van, szenvedettől. Érted? Tehát, hogy hagyjuk meg a nőknek, hogy ők döntsenek, az ő életük, az ő testük szerintem. És ebben férfi nem nagyon mondhat ítéletet. Még úgy sem, hogy a mondhat nyilván, ha az ő párja, de ez akkor is szerintem leginkább a nő múlik. Mert ő megy át testi változásokon, ő neveli aztán, és a pasi is neveli, szóval nagyon nehéz. Nem tehetem rá azt a terhet, hogy én egy életre való lelkiismereti furdalást adok neki azáltal, mert ő úgy döntött. Én is életpárti vagyok, meg az életfilozófiám is az, hogy egy élő ember életét elvenni nagyon nehéz már, de megértem azt a nőt, és hagyom őt abban a minőségében, hogy eldöntse, hogy bevállalja, vagy nem, mert ez az önrendelkezéshez való jog, és ezt nőtől elvenni nem lehet, és igen, nem szabad. Igen, de te azért indokolt esetekről beszéltél. Tehát, hogy az ember el tudja tényleg fogadni azt, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor totálisan kilátástalan a helyzeted, és jön egy gyerek, és tudod, hogy nem fogsz tudni. Különbség van élet és élet között, akkor ha azt mondom, hogy kilátástalan a helyzet, vagy nem kilátástalan, mert szerintem nincs. Na tehát, amit te mondasz, az, hogy az élethez való jog, akkor a kilátástalan helyzetben is erősebb kéne, hogy legyen az élethez való jog. Ott is, de ugye mert élet és élet. Mondani, vagy jogom elvenni, ha kilátástalan a helyzetem, de nincs jogom elvenni, ha minden megvan, azt mondod ezzel, hogy érthető okokból, ha kilátástalan a helyzet, elvetjük, mert az is egy élet, akkor se vehetem el. Figyelj, nem? Én őszintén mondom, hogy én, tehát, hogy én nem értem a 4., 5., 6., 8., 10. gyerekeket ebben az országban ilyen jövőképpel. Tehát, hogy most vagy védekezel, vagy megteszel mindent azért, hogy ne legyen 3., 4., 5., 6., 7. gyerek, mert ahol van 4., 5., 5. is majd kap majd. Tényeket mondanak az emberek, tehát itt azért nagyon komoly gondok vannak a fejben. Persze, nem csak mondom, hogy én szerintem, ha valaki az élet mellett érvel, akkor nem elfogadható az sem, hogy ő most nehéz életkörülmények között van. Hát ez egy nagyon nehéz döntés, és egy életre szóló lelkiismeret furdalás a barátnőnek. Bocsánat, aztán kimarad belőle, hogy ő már meg is tette, vagy gondolkozik az, hogy mi legyen? Nem, ez két évvel ezelőtt megtörtént, és ő egyébként a mai napig lelkiismeret furdalása van. Uh-huh. De közben meg képzeld el, hogyha akkor ő ebbe beleáll. Tehát ugye egy csomószor hallani azt a kifejezés, hogy balesetből szület egy gyerek. Hogy az egy... Baleset, hát ez... De ez most mondják, igen, van. Őszinte kis baleset. Igen, ne legyünk naivak. Hát egy éjszakás, igen. Nem védekezik, volt egy futó kapcsolat, hát azért ilyen van, de nem mindenki úgy csinál gyereket, hogy három évig tervezik, és festik a babaszobát. Hát ez is volt egy kalandja, és terhes lett. Hát azért ezt hívhatjuk így. Csak azt hiszem, ez családom, mert itt most egy családról beszélgetünk. Jó, nem úgy, de hogy van olyan, akinél azért ez megtörténik. Balesetnek a következménye. Hát, hogy becsúszott a gyerek.
de hogy ezeknek a gyerekeknek, ezek a gyerekek mindig ezzel nőnek föl, hogy bár senki nem mondja nekik, hogy ó, minek születtél meg, mert az egy másik kategória, de hogy az anya valamilyen szinten ezt érezteti, és ezt érezni, hát, érzi a gyerek azt, hogy ő nem egy formálódik azért ez a gondolat. Tehát, hogy formálódik azért ez a viszony, lehet, hogy az elején így álltak hozzá ilyen hülyén, maga megfogalmazása, hogy igen, olyan fura, hogy baleset, aztán később ez formálódik. Nem hiszem, hogy így kéne felnőni egy gyereknek, hogy mindenki azt érezte tőle, hogy téged nem akart senki, de aztán mégiscsak jöttél. De fel tud így nőni, ha a szülőben ez van, vagy a saját gyerekét hibáztatja azért, mert ő neki egyébként tönkrement az élet, és ezt átnyomja a gyerekre. Tehát azért van, hallunk ilyet, sokszor van ez, hogy mindenki jöttél, nem akartak megszülni, nem is akartunk, na mindegy, most már itt vagy. És ezt a gyerek egyébként pontosan ebben a közegben nő föl. Én nem tudom, szerintem itt nyilván az van, hogy ha ez a lelkiismeret furdalás nem múlik, vagy egyszerűen ő folyamatosan nyomasztja ezzel magát, tehát hozott egy döntést, de azt nem tudja elfogadni, és azon túllépni, kiváló szakemberek vannak, akik ezen tudnak segíteni, el kell menni, mert egyébként így közben egy életet nem tudsz leélni, hogy örökké lelkiismeret furdalásod lesz. Azt mondják egyébként, az abortuszon átesett nők nagy többsége azért ezekkel a démonokkal folyamatosan csatározik, tehát ezt nem lehet csak úgy félre. Hát hogyne, én ezért mondom, hogy senki más nem tud erről se dönteni, se ítéletet mondani, férfiként pláne nem, ez egy baromi nehéz kérdés. A kérdés az jó, hogy mi az erősebb, hogy én döntsek, vagy az élethez való jog, és ha már ő jött, és úgy döntött, hogy jönni akar az én testemen keresztül, lehetek-e olyan, hogy én ezt elveszem, vagy dönthetek-e úgy? Ugye hát ezek morális kérdések, erre azért nehéz válaszolni, ki benyomása, meggyőződése szerint dönt, nincs egyetemes igazság szerintem, hát hallunk ezt is, azt is. Mint kívülálló szemével, agyával, ez nem volt túl meggyőző, amit, tehát hogy ezek az érvek, amiket ő mondott meg, hogy erről úgy tűnik, mintha egyébként egy rendezett családi viszonyok közé születne a gyerek, valószínűleg van állásuk, van keresetű. Igen, de pont ez a lényeg. Ezt, hogy a saját életét nem az alkot tönkre. Így van. A gyerek. Hát de ez most, de hát nem, ne beszélj már. Tehát, hogy érted, egy nő, aki, tehát egy nő, én az én esetemben, én pontosan tudom, hogy nagyjából min mehetett keresztül azzal együtt, hogy én valószínűleg hetekig valószínűleg álmatlan éjszakáim lennének, és utána megtartanám a gyereket. De nekem, én ebbe a terhességbe úgy vágnék bele, hogy nekem se lenne hozzá. Tehát én se úgy fogadnám ezt a gyereket, hogy ó, de szuper, hogy bejött, és hogy ez a gyerek ez hozzánk érkezett, és én se szeretném ezt a terhességet. Nyilván megbarátkoznék vele, és elfogadnám, és amikor megszületik, ugyanúgy szeretném, mint a másik kettőt. Tehát, hogy ez azért, igen, persze, nyilván rendezett körülmények közé érkezne ez a gyerek meg, hogy egy tök jó család. De ez nem ilyen egyszerű. De ez bonyolultabb ennél, mint hogy mindenünk megvan, jöjjön. Hát azért ezeken lelki folyamatokon mész keresztül, nő vagy, a saját testedről van szó, ez nem jó. Megvan mindenünk, igen, kocsi, lakás, szép, elfér a gyerek? Elfér, akkor van, jöjjön. Hát azért ennél ez egy sokkal összetettebb, sokkal bonyolultabb dolog. Jól keresünk, igen, akkor jöjjön a harmadik. Hát ez nem így működik azért, még ha egzisztenciálisan is megengedhetitek magatoknak. Hát azért ez egy nagyon nagy kötöttség, egy nagyon nagy felelősség, ott a kettő, akit még azért fel kell nevelni, tehát felvet egy jó körülmények között élő családban is egyéb kérdéseket, hogy ki tudjuk fizetni a pelenkát, igen, akkor jöjjön. Hát azért a világ ennél összetettebb szerintem. Igen, de ez pont szerintem egy olyan téma, egy olyan kérdés, ahol csak egyéni vélemények, egyéni szempontok vannak. Hát az egyéni élethelyzet az, ami dönt. Te is tudod, én is tudom, hogy mit tennénk ebben a helyzetben. Ugyanakkor meg tényleg nagyon nehéz bármit is. Az az ő élete, az ő döntése. Ismerek olyan embereket, akik évek óta küzdenek azért, hogy legyen gyerekük. Tehát, hogy igen, azért egy baromi igazságtalan, és ez sajnos ilyen, évek óta küzdesz, a másik meg azt, hogy nem akarok harmadikat, és megszakítom a terhességet. Ami az egyik, hát maga lenne a csoda, maga lenne a megváltozás, maga lenne a révbeérés, az a másiknak egy ilyen kellemetlen. Na jó, de dönthetek én azért úgy, mert neki meg nem sikerül, szóval az ember azért gyarló, önző, és a saját élete neki a legfontosabb, ahogy egyébként tulajdonképpen mindenkinek. Tehát ez nem szempont, hogy neki nem sikerül, akkor én döntök. Az élet könyörtelen, mert van, aki meg évekig küzd. De attól én nem tudok úgy dönteni, hogy megtartom, mert azt mondom, meg három éve nem sikerül. Tehát, hogy ilyenkor nem azt nézi az ember, hanem a saját életét vizsgálja meg. Nem? Csak egy kérdés, hogy ilyenkor, ha a gyereket kiornya, megszül és belerakja egy inkubátorba, az nem jobb szerintetek? Dehogy is. Miért? Mert de hogy? Miért nem adja meg a lehetőséget arra, hogy adott esetben egy normális szülőköz kerüljön? Dehogy is, és mondjuk, hogy pont egy olyannak mondjuk okozom vele örömet, akinek tényleg nem lehet. Mert az ember, mert az emberi lélek és a női lélek nem így működik. Tehát azért, mert én nem akarom, az nem azt jelenti, hogy egyébként lemondok róla, nevelje föl más, berakom egy inkubátorba, és mondok, ez a fogalmam nincs, mi van azzal a gyerekkel, akit 9 hónapig egyébként a hasamban neveltem, kihortam, hát akkor utána azért a nők érzelmileg elkezdenek kötődni a terhesség alatt a saját gyereküköz. Az ahol nem kell, van kettő, berakom majd egy inkubátor.
ostoba, hát azért ez nem életszerű. Hát ez nem így van. Hát... De hogyha elkezd hozzá kötődni, akkor nem hozott végül is egy jó döntést. Hát ez, de azért teoretikus kérdések ezek, mert erre nem tudod megválaszolni. Hát most... Azt nem tartom elképzelhetőnek, nem akarok, de megtartom, aztán majd 9 hónap múlva lerakom a fiumei úton valahol. Szóval ez na hát ez aztán végképp nem. Szerintem ez nem elfogadható. Vagy ez nem életszerű. Abszolút. Hát ilyen szituációban meg szerintem... Nehéz kérdés. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Hát szóval hosszasan beszélgettünk. Mit tudtál mondani? Csak lezárásképpen. Van valami jó tanács, ami nő a nőnek ilyenkor? Mert ugye ti tudtok a legjobban erről beszélni. Én hát... mondtam neki azt, hogy én nem tudtam volna meghozni ezt a döntést. Aha. Én nem, mert de ez rajta most nem segített. Nem, de egyébként, tehát hogy ő azt mondta, hogy 2 évvel ezelőtt hozott egy ilyen döntést. Minden nap... összeszorul a gyomra, hogyha kisbabát lát, hogyha terhes kismamát lát. Ugyanakkor nem csinálná másként most sem. Hát azért én azt gondolom, meg. Hogy barátnőként, ha valóban szoros kapcsolat, mondjuk így nekem, nem tudom, hogy nő lenni, akkor az a feladat szerintem, hogy ilyenkor megerősítsd abban, hogy az ő élethelyzetéhez a legjobb döntést hozta. Tehát nem ítélhetjük el, mert de nem ugyanabban a cél, nem úgy értem. Nem. Tehát, hogy csak a megerősítés, hogy figyelj, hogy így döntöttél, ezt már megtetted, ezen túl kell lenni. Persze, tehát nyilván erről hosszan beszélgettünk, tehát hogyha ő ezt nem érezte magát felkészülve erre a helyzetre, erre a szituációra, nem kívánta ezt a gyereket, akkor az a legjobb döntés, hogyha ilyenkor egy abortusz mellett döntesz, akármennyire nehéz kérdés. Hangzik. Igen. Júli, nem tudunk erre mit mondani, hát ez egyéni történet, egyéni sorsok. Ez az a legnehezebb, szerintem, hogy egy nő átmehet. Ez a legfontosabb. Persze. És abban lehet, hogy segítséget is kéne kérni. Igen. Jó van, drágáim. Na, jövő héten nem, mert ugye... Jövő héten nem vagyunk, jövő héten, hát egyre lesz Székesfehérvár a piac térre. Na most mi, meddig tart? Itt van tényleg 60 kilométer, megy vonat a déliből. Pihenjél egy kicsit, jövő héten nem vagyunk, jövő héten turnézunk. Igen, május 10, egy hét múlva ilyenkor már Székesfehérvár piac tér, aztán Szeged, Békés Csaba és Kazinc Barcika. A pontos helyszínek már egyébként fent vannak a morningshow.eu-n is, ha minden igaz. Júli, köszi! Puszilak titeket, ciao. Puszi, ciao, hello. 3:40 lesz 5 perc, szóval 3-asugrás játszunk már is egy hallgatónkkal. 3-asugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Ciao, sziasztok! Hello, ciao, Dávid. Igen. Honnan hívtál minket, Dávid? Nagykőrösről. Hallottad a gólörömes játékunkat? Hallottam, igen. Jó, mi? Ugye? Jó, hogy hasít. Aha. Hasítunk. Figyelj, nevezd be, hát a holnap kiválasztunk, és akkor meg tudod mutatni, hogy... Jó. Hogy milyen a dolog. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy egy picit könnyítettem a tegnaphoz képest, hogy haladjunk. Igen? A második irányába. Na, most ez, én nem találom. Itt van. Azt mondja, hogy melyik zenekar slágeré a Legyen valami, a Félember és az Illúzió? Így szól az első kérdés. Legyen valami. Üsd a gépet nyugodtan, nem kell visszakérdezni. Ne tűnjön fel, hogy húzod az időt, halljuk, hogy ütöd a gépet, de nyugodtan egyébként. Hol tartasz? Beütötted? Hát, nem. Na miért? Nem. Hallottam, hogy elkezdted ütni a klaviatúrát. Hát, befagyott a gép. Ez a baj, tehát hogy már annyira a gépre hagyatkoztok, hogy nem is halljátok meg valójában a kérdést. Hát az Illúzió, a Félember, a Legyen valami, hát annyira egyszerű. Ez Hooligans. Aha. Nem hallgatsz a Hooligans-t? Nem, nagyon. Mit hallgatsz, David Gettet? Nem. Ha nem? Kaigo. Egy jó kis Kaigo. De Csabi hogy fog ennek örülni? Csabi hogy örül majd. Majd kérd nála egyet, és mindenkinek, aki szereti. Rövid játék volt, Dávid. Csokoltatunk. Szevasz! Hello. Szia! Elegem van ebből, Jani, hogy kicsinálod a hallgatókat. Tegnap is, ma is ilyen rohadt nehéz kérdéssel az elsőnél. Legközelebb 5 dalcímet rakunk. Igen, csak a zenekar nevét. 3-4-10 lesz 3 perc, majd jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataiban. Ez volt a 3-asugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! Egy 10 múlt pontosan 4 perccel, mert valahogy nincs igazán szerencsénk a játékosokkal. Azt érzem, van ilyen nap, ami egyszerűen rossz, nem is tudom, nap alatt születik, vagy szóval, hogy így ma nincs szerencsénk, na, ez a helyzet. De feltettem az első kérdést egyébként Csabinak, és ő se ismerte ezeket a számokat, mondta, hogy még nem kérti nála senki egyiket. Jó, de viszont kérnek nagyon sok Kaigót. Ja, hát, meg minden más. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Nem Kaigo, az Shai Klo.
hülye alvási szokásokról beszélgetünk, mert egy internetes portál összeszedte, hogy hogyan alszanak a világsztárok különböző életrajzi könyvekből, beszámolókból, aztán pedig hallgatóinkat elemeztük, hogy ki hogy alszik, kaptunk egészen helyes SMS-eket. Valamint elmondtam, hogy tegnap nálunk vihar volt, és ugye fotóztam egy szivárványt, és az ember mennyire meghatódik, amikor Isten ugye szivárvány lány, és aztán arról kezdünk beszélgetni, hogy mi már így meglett idős férfiak, mi az, amin meghatódunk, esetleg szivárványon, vagy kell-e több. Kiderült, hogy sokkal több egyikünknek se kell, hogy bőgjön, mint egy kis oroszlán. Úgyhogy erről beszélgettünk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show nagy tavaszi országjárás 2016. Már 7 éve minden májusban elindulunk. Miért lenne ez idén másképp? A hazai rádiózás legnagyobb sztárjai idén tavasztal is a nyakukba veszik az országot, hogy a magyar rádióhallgatók testközelből élhessék át a hamisítatlan Morning Show élményt. Tarts velünk mind az öt állomáson, burkold be a nyereményeket, és mi tejben bajban füröztünk. Szombathelyen kezdünk, aztán Székesfehérvár, aztán pedig Szemeszeged. Sütőtökön Békéssava, és pénteken pedig Kazincz Marcika. Lesz üvegstúdió, hatalmas nyeremények és felejthetetlen hangulat. Klassz FM Morning Show nagy tavaszi országjárás 2016. Már 7 éve a legklasszabb buli. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 2 perc van pontosan 10 óra. Csak ennyit mutatok. Hajrá! Hajrá, Messi! Messi passzolja a labdát bal oldalra, onnan átadja Rissónak, Rissó visszapassza Neymarnak, aztán ismét Messo, és végül Rissó elé kezdve leragadta bal oldalról, és egy élet helyes labdát lő. Gól! Maga a gólöröm egyébként jó, nem rossz. Jó. Tehát nem rossz. Hello, Csabi, jó reggel. Óriási a gólöröm. Ja, én izgultam, hogy bemegye. Igen. Ó, figyelj, imádom. De Ági, Messo imádom. És Náj Mária. Messo passzolja Messonak, Risztónak. Risto, tényleg. Hívjuk gyorsan a naphallgatóját. Drága hallgatók, van esélyetek még kijönni velünk Barcelonába. Holnap folytatódik, higgyétek el, addig megyünk, amíg nem találunk valakit, mert a lelki füleinkben mi halljuk ezt a játékot, hogy ez jó is lehet. Egyelőre alternatív végek vannak. Holnap elkapjuk. Szerintem holnap hallunk másfajta gólörömet is. Nagyon jó volt. Ági a három nap Barcelonában. Kemény. Na, hívjuk a naphallgatóját gyorsan. Csomagoltam szendvicset, Balázs. Halló! Hát ma tényleg nincs szerencsém. Morning Show, hello! Hello! Itt vagyunk, hello mindenki. Ciao. Már nem mondtad. Ma valahogy ez nekünk egy ilyen nem nap. Nem mondtam. Nem. Hát, sajnálom, de azért örülök. Igen. Hol hallgatsz minket? Budapesten, 10. kerület. Ugye kértünk benneteket, írjátok meg nekünk, hogy milyen fura alvási szokásaitok vannak, hogy mik történnek veletek éjszaka. Te nagyon egy SMS-t írtál, azt írtad, sziasztok, Laci vagyok, a feleségem éjjel álmában azt mondta, Pisti, takarj be, nem takartam be, takarja be a Pisti. Hát, és nagyon szerettük. Valós a történet, vagy csak humorizáltál? Igen, valós. Nem kérdezted meg reggel, hogy ki az a Pisti? Tényleg? De kérdeztem. És? Nem is egyszer. Hát, de ugyan hagyjál már. Ugyan hagyjál már. Azért a Pisti takar be picit erős. Én már azért hallottam ezt Pisti, azt, de azért erre ráncolnám a homlokomat, én is Pisti takar be. Hát takarjon be téged a Pisti, tényleg. Hát reggel azzal kezdtem, hogy ki ez a Pisti. Igen. Tagadás volt. Tagadás volt. Hát persze, mit tud mondani? Nincs is ilyen ismerősünk egyébként, tehát meg neked családban nincs. Okon se. Neked nincs. Neki viszont. Asszonyka házatáján körbe kell nézni. Lacikám, te vagy a nap hallgatója, egy csomó ajándékunk van egyébként, hallgass meg a reklámblokkot, ajándék csomag nincs, mert hogy nem mondtad. Jó? Jó, rendben, köszönöm szépen. Köszi. Hello. Ciao, hello. Csabikám, remek zenék? Hozom nektek Blond nevű angol duót, akik összeálltak Craig Daviddel, és közösen készítettek egy nagyon jó kis Nothing Like This című klassz slágert, hallgass, mert neked tetszeni fog. Azt gondolod? Igen. Na, Ferinek talán kevésbé. De nekem ott van megszereti. Például a egy másik dal. Hozom neked Sziát, tessék, azt szeretted most. Na, hát azt én nagyon. És újra, nem volt elég reggel. Ha nem játszottátok le végén, majd a végét megmutatom külön, jó? Miért kell bántani az embereket? Nincs elég baj. Figyelj, azért ez egy szép kedv tulajdonképpen. Ez egy olyan jó kedv. De állsz a dugóba a taxis blokkát kellős közepén, és megszólal a... Igen, jó kis szia. János elment, azért nem szólal, meg nem csendes, ő már a Best of alatt elment, mert dolga van. De mindenki csókoltat, úgyhogy holnap már ő is lesz, 6-kor jövünk, most pedig Csabi jön a kiválság műsorral. 555-55-0 a telefonszám. Szevasztok! Ciao.
Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az